Parti Arcok Podcast. Ezt az adást a Vodafone Podcast Pioneers támogatja, hogy egyre jobb minőségben és még sokáig készíthessük nektek a horgászatról szóló részeket. Ne feledjétek, hogy ez a rész sem jöhetett volna létre, ha nincs a fishinda, úgyhogy ha szeretnétek támogatni minket, töltsétek le az aplikációt, töltsétek fel a fogásaitokat, és vásároljatok a Fishinda Marketplace-en. Sziasztok! Ez a Parti Arcok Horgász Podcast 76. adása, ami különleges, hiszen olyan sztárvendéget sikerült meghívnunk ebbe a stúdióba, aki még talán nem is, ekkora név még nem volt nálunk, aki nem más, mint Bakó Péter, a Maros Walterland team ö, profi horgásza, és akkor csak két ö, számadat, tízszeres világbajnok, és 17 szeres magyar bajnok. Ja, és mindezt 23 éves korára. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy egy, egy történelmi léptékű idő alatt hozta ezt össze, hanem rekordidő alatt. Így van. Nagyon szépen köszönjük, Peti, hogy el tudtál jönni hozzánk. E, tényleg nagyon hálásak vagyunk. Köszönöm, hogy megtiszteltetek a, a meghívással, és örömmel fogadtam. Miért, a, miért lehet az, hogy, hogy nincs Wikipédia oldalat? Tehát az, hogy megtudjuk, hogy hány éves vagy pontosan, hány világbajnok és hány magyar címed van, ezt tőled kell megkérdezni, a Google erre nem mond semmit. Nagyon megtiszteli a kérdésed, de én azt gondolom, hogy <laughs> hogy én ez még nagyon kis hal vagyok, szóval azért a Wikipédián ott, ott nem 23 évesen szoktak az emberek megjelenni, végképp nem horgás portál. De vár, 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 várját, minden bugris, mit tudom, ilyen faszom színésznek van Wikipédia oldala, <laughs> ahol még a kutyája neve is fönn van. Hát igen, de azért a színészet nem összehasonlítandó a horgászattal. Hát mi is így Azt mondom, hogy sajnos, szóval ezt én horgászként abszolút azt mondom, hogy sajnos, de külső szemlőként is ezt mondanám. Meg nekem nem ez a legfőbb célom a, a, az életben, főleg nem 23 évesen. Most arra koncentrálok, hogy minél több verset nyerjek, minél jobban oda tegyem magamat a versenyeken. Egy Wikipédia oldal egy nagyon nagy megtisztelő gondolat, de, de azt gondolom, nem rá is az én esetemben. De hogy más magyar horgásznak sincs, nagyon egyébként. Tehát a Walternek sincs. Ez már mondjuk egy jó kérdés, hogy neki miért nincs, pedig ő tényleg van egy életműve, 48, 47 éves korára, de sajnos még nem érte oda teg a horgásport, hogy a wikipedia felkerüljön, pedig ha valakik, akkor neki ott lenne a helyén, azt gondolom. Másik, hogy interjút is nagyon keveset lehet veled találni. A legut legutolsó, amit találtam, az a mindenami ami .lapunk n egy interjú, a még, még, gyerek Bakó Petivel, aki még, tehát az életednek annak abból a szakaszából, mikor az ilyen kisgyerekként a pörkölt főző versenyekről éppen upgrade a magyar horgásportnak, mondjuk a nemzeti bajnokságába. Hát azt gondolom, az egy régi cikk, szóval azóta voltak frissebb megjelenési cikkek, mm. meg egyébként azt hiszem podcast is volt, már a hosszal. Igen, igen, azt lesz, igen. szóval szerintem voltak is. ilyen frissebb cikkek, erre a válasz, hogy miért nincsenek, vagy miért kevesebb, sajnos, ezt hozzá szeretném, ezt tenni, hogy sajnos, nincs elég időm ezzel foglalkozni, szóval én indulok elég sok szakákba, majd erre is gondolom kitérünk. Ezek mellett, a szakágak mellett, Ennyi verseny nap mellett, ez az én esetemben ilyen 150 napot jelent körülbelül. Nem számoltam, összesek egy nagyjából sacperkábé. Ez a versenynap. Ez a versenynap. Aha. Ezen kívül nagyon sok horgászatnapom nincs. Én többet versenyzek. A versenynapnál odaértem azt, amikor, amikor a versenyre felkészülök, Aha, szóval hétfőtől, mondjuk péntekig, mm -hmm. vagy hétfőtől mm -hmm. szerdáig. Ezek már nem nagyon van időm milyenekkel foglalkozni. Télen lenne. Télen meg legfőképpen az embereket nem is azt hogy nem érdekli annyira a horgászat, csak, csak mindenki, amikor egy horgászatról beszél, akkor neki a nyár ugrik be. Hát igen, de egyébként, bocs, csak annyi, hogy ezt a műsort nagyon szeretik télen is hallgatni, hál' Istennek. Ezért <laughs> tudom, <laughs> hogy most nyitotok meg, és nem nyáron, mert nyáron sajnos nem tudtam volna elérni hát ez, ez teljesen mind. biztos, viszont viszont most ez így ez nagyon jó jött ki. Amikor a Gurunak a podcastjában a Steve Ringer aki mondjuk a világ leghíresebb horgásza, vagy legeredményesebb horgásza, amikor megkérdezték tőle, hogy kit tartja a legjobb horgásznak, és azt mondta, hogy Bakó Pétert, akkor milyen érzés kerekedett benned? Hát azt gondolom, hogy a horgász sporton belül, tök mindegy milyen szakágat említünk, ettől nagyobb megtiszteltetés nincs, mint amikor ez Steve Ringer, kaliberű ember, csak kimondja az ember nevét. Minden milyen kontextusban, de ha már, már, ki, már megemlíti és már tudja a nevemet, az megy egy óriási szósz. Ez egy akkora megtiszteltetés tényleg, amikor ezt meghallottam és elküldték, mert összeteszek előbb küldték el, mint én ezt láttam volna. Nagyon meglepődtem, szóval nem tudtam nagyon hova tenni, de nyilván ültem, hogy tényleg egy Steve Ringer, kaliberű Féder világbajnok, és úszózásban sem hanyagolható horgász, kaliberű horgász, megemlíti az én nevemet egy, egy, híres guru podcastban. Azért ez azt gondolom, hogy nagy szó. Én aztán neki van a legtöbb egyéni világbajnoki címe, ha jól emlékszem. Nem, az szerintem úszóban van, úszózás szakákban van. Igen. Ellen Scott, Hornak, Scott ja, Ellen okay. Scott Hornak, de Steve Ringer volt azt hiszem hat évig a Féder világlanglista vezetője, szóval mindegy hány világbajnoki címet nyert. A világbajnoki cím azért két nap alapján, az, az sokszor a szerencsén múlik. Mm -hmm. Szerintem neki többszörös világbajnoknak kéne lennie ez alapján, amit tud pontosabban. Azt hiszem csak egyszeres, csak a csakot azt mm. idézélek be csak, de de hat évig vezette a Féder világlanglista, ami szerintem óriási szó. Szóval az, az bizt, felért pár világbajnoki címmel. Ha téged kérdeznek meg, hogy ki szerinted a világ legjobb forgásza? Nem tudnék egy embert mondani, de hogy Steve Ringer köztük van, az teljesen biztos. <gül> 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 Akkor kölcsönös a tisztelet ezek szerint? Volt már privát beszélgetésetek amúgy? Igen, azért ők szoktak járni angolok, gurú, Dajva, uh -huh. szoktak járni a csapatként a Vatán masters ott találkozunk ah. talán a legtöbbet, így uh -huh. így, így, Mind a szálláson, egy szálláson szoktunk lenni. A Matyéri, Matyéri partnak a parton van egy szállás, egy uh -huh. ilyen helyi központi szállás, és akkor ott vagyunk, így, így mi el elhelyezkedve uh -huh. egy hétig, és ott ott vannak, ott vannak ezek a angol nagy csapatok is, mint, mint, mint a gurú, a Dajva, és ott azért sokat beszélgettünk. Azt gondolom, hogy jó viszonyban vagyunk, nem mondom, hogy feltétlen barátok, mert uh -huh. itt most a barát fogalma megkérdőjelezhető, de hogy így horgász barát, barátnak azért nevezném, mert ha, ezt, ha remélem, hogy nem sértődik meg, de. <laughs> de hogy átküldik neki. <laughs> de nagyon sokat tanultam tőle, csak, a, csak egy pár perces beszélgetés alapján olyan sokat lehet tanulni egy ilyen kaliberű, egy ilyen tapasztalt embertől, hogy ég és föl, ég és föl a különbség. Te mit oh? tudsz tanulni? Oh, igen, ezt akartam is kérdezni. Hogy... Rengeteget. Szóval, mondjuk, mit tudsz kérdezni? Az? Hát, ennyi, ennyi címmel a hátad mögött már van még valami, amit meg lehet tanulni. Vaj, vaj, mi, az mikről, ember mikről, tanul? beszélgetnek a világbajnokok egymás között? Igen. Az ember holtig tanul, és leginkább ilyenkor szoktunk beszélgetni olyanokról, amikkel az adott héten egyetlen nem találkozunk. Például egy matyéri parton, ez, mint mondtam, maciéri mm. Uh -huh. szoktuk a legtöbbet találkozni. Szoktunk pont arról beszélgetni, hogy mi történt azon a napon, vagy mi fog történni holnap. Vagy a másik véglet, amikor totál olyan dolgokról beszélgetünk, aminek köze sincs ehhez a héthez, Egyet nagyon távoli dolgok, de horgászat. Gondolok itt mondjuk folyóvízi horgászat, hogy csak egy példát említ, csak arról is beszélgettünk, vagy, vagy, vagy a másik, amit mondtam Matyi hogy például hogy tettük a kukaricát, hol csaptuk ki, úgymond, hol ültettük ki a kosarat a, a, vízben, víztetején, a, vagy értem. a, a fenékez közel. Ezek így fontos dolgok, és akkor nagyon jó egy tege Steve ringer kaléberű ember hallani ugyanazokat a gondolatokat, amiket sok esetben én is gondolok. Például most pont ilyen volt a legutolsó Matyéri Valtán Master, Masters, ahol, ahol úgy egy sémán voltunk, egy, egyformán gondolkoztunk a horgászatról, de, de megerősített engem ő abban, hogy, hogy én ezt jól gondolom. És hmm. ez, ez, úgy szintén egy jó leső dolog az embernek, mint saját maga felé, mint pedig úgy ámlok. Hát igen. Te négy évesen kezdtél horgászni. Másfél. Bocsánat, nem <laughs> akarok <oszak> javítani. Másfél. <gül> <gül> Ennek a sztoria az úgy vagy én nagyon korán elkezdtem járni. Sokkal előbb jártam, mint mint ahogy beszéltem. Én későn kezdtem a beszélni, aztán én két és fél, három éves koromban, <laughs> koromban. Elején nem emlékszem, szüleim mondták. Már kicsit aggódtak is. De azt mondják, hogy ez volt, ezt bepótoltam. <laughs> és ha jól emlékszem, igen, másfél-két éves korom között Uh, jártunk le, apa egyes tag volt a Velencei tavon, mm. uh, a gárdon. És oda jártunk le, anya csobbanni, fürdeni, nyaralni. Tesóm akkor még, még gondolatban sem nagyon volt, mert csak másfél később született. Én pedig apa, apa ugye tőzsgyökrés horgász. És akkor úgy gondolta, hogy Tök jó ha én kikeltem a babakocsiból, akkor, akkor odadja a kezembe a spizbotot. És emlékszem, nem emlékszem, csak a képek alapján, hogy vannak fotók a Facebookon, ahogy én ott állok pelenkába másfél-két évesen, és a fejem fölé a keszeget, amit fogtam másfél évesen spícbottal. Szóval ennek a, a kezdete, a gyökere az másfél koromra vezethető vissza. És az első emléked az mi lehet? Hát ezt így nehéz meghatározni. A legelső emlékem azt hiszem ilyen amit említettél, négy éves koromra vezethető vissza, amikor itt a, a, nem is tudom milyen nevű horgásztavon, horgáztunk szintén ugye apával, hát apával horgáztam. Itt a naplástavon? Nem még a naplástavon, érted? amelyet van egy tóncsok, sajnos nem tudom a nevét, már elfejtettem valami g nem tudom. Egy... Jó kérdés, tóncsok. nem is tudtam, hogy van naplás, mert megkeresem, a nem, amíg a, még Az, az, hogy mert az túlzás, úgy közel hozzá, Aha. de innen nem messze, azt tudom és ott fogtam, értem, addigi legnagyobb halát, azt hiszem ez négy évesen jelentett egy négy-öt kilós a múlt, már így pontosan nem tudom. Ha, és ezt már fenekező módszerrel, nem féderrel, fenekező módszerrel uh, fogtam. De hát az akkora élmény volt, és én már emlékszek ilyen részletekre. Kicsit homályos azért a, a sztori, de, 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 úgy emlékszem. Ez volt a legelső tényleges emlékem a horgászatban, amely a mai napig velem él. Uh, egy szép emlék. Most szokták mondani a régi szép időkben, de azért azóta is nagyon sok szép időket megéltem a horgászatban, és nagyon sokat köszöntek ennek a ennek, ennek a momentumnak is, ez úgy mindig előre viszem. az ember ezeknek visszagondol, ezekre a szép dolgokra, a Japával, ahogy felnőttem, ahogy a vízparton felnőttem, ezek olyan jó dolgok és a motiváló dolgok a versenyek közben is, szóval nem elhanyagolható. Hogy olvastam róla, hogy hat évesen már hat, hat kilós pontyot fogtál, spitzbottal fogtál szintén ebben az időszakban hat kilós buset, ami azért nem lehetett egy, egy kis Mind Mind a kettőre harc. emlékszem, és a következő, mint említettem, a négy évesen négy kilós amúl, az volt az első ilyen nagy halam, a amit emlékszem, a következő az a hat évesen a hat kilós pontyom volt, azt már féderbottal fogtam, az volt az első féderbottom, még teleszkópos féderbott volt, amit ugye szét kell húzigálni, az volt az első féderes kalandom, de hát akkor még nem volt metodozás, meg hosszú előke, akkor nem volt ez így külön definiálva, de valami ilyen. sima féder kosár volt, Aha. és akkor... És akkor egy ilyen fenekező szerelék kb. Ahó, de nem volt klipsz, meg és én még akkor, lehet, hogy már létezett, de én, nekem, én még nem tudtam, hogy az micsoda pontosan, <laughs> és, és arra <laughs> emlékszem, az egy nagyon nagy kaland volt. Azért hat éves ott kapaszkodni egy hat kilós halba. Hát ne vicce. és ráadásul meg is fogni, azért ez nem az sokan... Azért volt nem segítségem, Uh, az úgy számolt, hogy egy, tudom, egy hat éves gyerek az mondjuk, mit tudom én, mondjuk 20 kiló, mm -hmm. vagy 23-4 kiló. Olyas, még igen, igen. Na, ott arányosan az a 6 kilós busa, az egy nagyon, vagy egy 6 kilós pont, az egy igen. nagyon más kávéház. Igen, úgy teljesen egyedül fárasztottam ki a bevágástól a fárasztást <coughs> és azt tudom, hogy egyedül történt. Nagyjából emlékszek is rá. A, szá, a szákon is segített apa meg az utó a horog kiakasztás, visszengedés, lefotózni, abba segített, de kifárasztani egyedül fárasztottam ki, és és ezek azt gondolom kellettek így a későbbiekben, ezek az élmények, ezek a kalandok, hogy megszeresse magát a horgászatot. A versenyzésbe hogy csöppentél bele? A versenyzésbe egyébként szintén hat évesen csöppentem bele. <laughs> Nyilván. A pontos sztoria sajnos annyira nem emlékszem, de azt hiszem úgy volt, hogy nagyon tetszett, hogy ap apa már járt horgászni még előttem is, majd versenyezni előttem. Én 2001-ben születtem, és ő azért azt hiszem a versenyzett ilyen amatőr versenyeken, akkor még nem is nagyon voltak profi versenyek, vagy voltak, de itt az országban nem voltak annyi elterjedtek, mint most. És mondtam, anyával mi látogattuk a párt, ez, ez, fontos a történet, az, hogy mi apával sokszor látogattuk, anyával sokszor látogattuk apát, így a párt így a, vízpartokon, a versenyeken. Nem mondom, hogy a legeredményesebb volt Fate, de, de igyekezett, maradjunk annyiba. <laughs> és, és nekem ez nagyon tetszett akkor is, ugye akkor én már pecázgattam, horgázgattam a Vencito partján, fogtam már nagyamúrt négy évesen, ugye ez meg kicsit később volt, és akkor és akkor egyszerűen 5-6 évesen, azt hiszem 6 évesen megfogalmazott bennem azt, hogy apa, fél csak egy ilyen versenyen is el szeretnék menni. És akkor jó, persze, gyere fiam holnap felem, de mondom, apa nem, hanem én, én versenyezni szeretnék, én beszélnék ülni közétek, és és horgászni, hogy mekkora buli, hogy nem egyedül, hanem ott többen. Ezek buli versenyek voltak, szóval nem kell egy komoly dolgokra gondolni. Itt <coughs> még nem feltétlen versenyláda, meg ilyenek voltak, nem, hanem semmi, ez egy székbe, szék, igen, igen, igen. Ah. ilyen sárkányos kempingszéken volt, <tos> az, <tos> az első ládám, úgymond. <coughs> egy ilyen sárkányos szék, hát voltam 6 éves. Szerintem a hát most is <coughs> Eleve hat évesen, hogy születik meg valakiben, hogy apa, én Mert mint hogy ha meg is születik, de abban miért mondja azt, hogy persze kisfiam. Baszolja, a lányom az hat éves. Nincs, tehát nincs az a, az a, horizont, hogy azt mondja, hogy szeretnék horgászversenyezni. A spitzbotozást, azt mit tudom én, 40 perc után unja meg, no. és megy el tök más csinálni. Ezzel nagyon sokat gondolkoztam így, így, önmagam, így az ágyba fekve, Aha. reggelen testénként, vagy tök mindegy, mikor, de egyedül ilyen, mikor elmélkedtem, még régebben ezekről, és én arra következtetnek, az egész családom, ha egy visszanézünk a múltra, akkor verseny szellemű. Anya a verseny szinten tollaslabdázott, kézilabdázott, meg még meg annyi sportot csinált mellette, apukám pedig a horgászat mellett, a hobbi, hobbi versenyzés mellett szintén profi szinten tollaslabdázott. Ott is ott, ott meg anyával. Tehát az egész családom olyan versenyszellemű uh -huh. volt szerintem. Maga a versenyszellem az nekem innen jött. Ez, ez le, úgy gondolom ezt örököltem. Uh, hogy hogy miért fogalmazott Így meg bennem a Kérdés ez a válasz aha, szerintem. Aha, aha. De benned volt már akkor az, hogy meg meg akarom méretni magam. És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy van a tó ülnek a felnőttek, és beülték közéjük Frankon versenyezni, vagy volt egy gyerek része ennek a versenynek? Nem volt gyerek része, a legelső versenyem, az pontosan tudom, nagyvenyim, nem nagyvenyim, lehet nagyvenyimben volt. Szerintem ott nyertem az elsőt, nem biztos hogy ott volt az első, ott nyertem az elsőt, azt tudom. A nagyvenyimi horgásztalom, vagy halnevel, de tegnap nem tudom, hogy ott volt az első, vagy... vagy, csak ott nyertem, de az biztos, hogy ott nyertem az elsőt. Aha. Azt tudom mondani, az felnőttek között volt, ott nem volt egyetlen egy gyerek sem, és akkor én nyertem a felnőttek között az egész versenyt, ezt meccsbottal Ez nyertem. is hat évesen még? Vagy ez hat éves, erről vannak fönt a... Erről megtaláltam a fotót. Asztalon állok, igen, ott igen. A között, tényleg egy kis taknyos, és nyer. és kifújtam mindenkinek az orrát. Van ilyen kép, hogy az engem az igen. asztalra, a kupával a kezembe, és, és, akkor voltam akkorák, mint a felnőttek, aki, akik ugyanaz asztalon álltak. Aha. Ez volt, ez az első komolyabb emlékem S a versenyzésről. És a horgáztál. Meccsbotta horgáztam. Tonti, vagy mi volt akkor? Most, jó, most megfogtál ezzel a kérdéssel, nem tudom, azért az már régen volt, de akkor még nem voltak ilyen, hogy De nem pontyoztatok. De pontyoztatok. a pontja és kár, de inkább pontja, kisebb méretű pontyok voltak. Ez egy halnevelde de volt, és a halneveldén volt a verseny. Pecetusa verseny volt. Én a, a keretein belül nőttem fel, ez egy versenysorozat volt, és én, és én ott tanultam meg a, versenyszellemet, verseny szellemet, a, versenyhez való mentalitást. Szóval ott és ez is egy verseny volt amit én nyertem, fel, tehát nem volt gyerek részleg. Aha. Utána nyilván nem nyertem minden versenyt, és akkor utána már voltak olyan versek, ahol indultam ilyen ifi kategóriába, meg után jöttek a magyar bajnokságok, ez majd, majd megbeszéljük megbeszél később. De az első, első versenyem, az, amit nyertem, az ez a nagyvennyi. És ilyenkor apukád mit mondott, hogy hát kisfiam, ez úgy látom, hogy jobban megy neked, mint másnak. Lehet, hogy érdemes lenne ezzel foglalkozni, vagy csak úgy... Úgy folytatok az áral és akkor apa, én akarok menni. Jó van, gyere, menjünk. Ezek olyan. nagyon jó szóik, meg nagyon kedves emlékek számomra. Uh -huh. Az úgy volt, hogy anyával apa megbeszélte, any, ap, any, apa anya megbeszélte, nélkülem, hogy ők beneveznek engem egy magyar bajnokságra, akkor úszós. azt hiszem, akkor 14-es magyar bajnokság Aha. volt, nem út 15, hogy engem beneveznek oda. És akkor... Utána mondták nekem, én nagyon tiltakoztam, hogy át de hogy is én ide, ide, nagyon kevés vagyok, én nem szeretnék, ott nagyon pici vagyok, nem ja, szeretnék. Ez volt az a pont, amikor az én pörkölt főző versenyekről fölléptél a rendes bajnokságba? Nem nevezném pörkölt főzőnök, csak azért sem, mert nem, ne, nem tartom degradáló a pörkölt de. főzőt, de azok, hogy akkor nagyon komoly versenyek voltak Aha. előtte. Igen, de onnantól jött egy úgymond szintlépés, amikor amikor átvette ezeket a verseket a magyar bajnokság. És akkor tényleg tiltakoztam, hogy úr, pici vagyok, úr 14, 5 éve idősebb uh, gyerekek, vagy hát uh -huh. már kamaszok. itt én kb. ilyen 9 éves lehet, 8-9. Pontosan tudom, 9. 9. Ezt azért tudom, Aha. mert akkor volt egy olyan mohos szabály, magyarországi szabály, hogy nem indulhat 10 év alatti gyerek uh, versenyeken. 10 éves a korhatás. És akkor ez egy kivétel volt ez alól, hogy benyújtunk egy kérvényt, amiben nekem megadják azt, hogy 9 évesen is indultak a Magyar Bajnokságon, amit megkaptam. És akkor így, már tudták, hogy te ki vagy amúgy? De hogy hát nem, senki még senki, akkor sen, sen, nem. Sen, sen, senki nem ismert, akkor aha. csak megkaptam, nem, nem, tudom, mi volt abban a kérvény, aha, de aha, kiüttek, aha, hát aha. kis túlzása, írni sem tudtam, nyilván tudtam, de igen ilyen kérvényekről sem tudtam, hogy ez a kérvény. Az a lett volt, szíves gyerekeidatnak. Alulírót Bakó Péter született. Igen, szóval ezt nem tudtam, de de ezt anyáik beadták, és én, és én ezt megkaptam, ezt a kérdést. Uh -huh. ez, 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 helytált. És akkor én 9 évesen, azt hiszem a Velencei tavon. Uh -huh. És akkor mindenki rakós volt, meccs volt, akkor már ugye voltak ilyenek láda, uh -huh. nekem nem volt semmi, én maradtak is kemping székem akkor már nem az a szörny mintázatú volt, hanem a sima kemping <laughs> <laughs> és akkor kaptam kölcsön arra emlékszem. Kölcsön voltak, azt hiszem 7 8 méteresek, és akkor azzal próbáltam felvenni a versenyt azokkal azok a, azok a szembe, akik rakós meg meccs Ez a Velencei tavon volt. Uh -huh. És arra hogy a Velencei patka a horgászat volt, és nem kellett a Bot. Aha, Abban nagyon nagy hátrányban lettem volna, azt gondolom. Spizbozni kellett. Nekem nagyon nagy öröm volt, hogy nem lettem utolsó. Szóval aha. voltam a tényleg 14-15 éves gyerekek között, akik már köregedő szinten uh -huh, voltak, uh -huh. korukat tekintve, és én azt hiszem, milyen középmezőnybe végeztem, Nem tudom pontosan, biztos nagyon messze voltam a győzelemtől, de nagyon messze voltam az utolsó helytől is. És te itt mondjuk honnan tudtad, hogy patkahorgászatot kell csinálni? E, ez mi az a Holna? patkahorgászat? Kell ez, ez most fogalmazott meg bennem, szóval akkor még nem tudtam, hogy patkahorgászatot hallottam a nagyobbaktól. A padkorgászat azt jelenti, hogy ez egy lesorban a van, uh -huh. ez ott azt jelenti, hogy hogy ugye ott olyan a meder, hogy ilyen 10, 13 méterig seké. Uh -huh. Ilyen egyformán seké, ez ilyen jelent másfél méter, ez vizás. Mondjuk azt, hogy másfél igen, méter, igen, most igen. mondtam egy hülyeség. Uh -huh. Utána letörik, meredeken, szóval szerint meredeken, mint egy fal, letörik ilyen dupla annyira. És ezt akkor onnantól meg az, az a mederfenék, szóval onnantól számít mederfenéknek, aha, és aha. akkor halak nyáron, mielőtt jó idő volt, följönnek a sekély vízbe táplálkozni, elsősorban táplálkozni. Aha, aha. És akkor veztem, vagy ez volt a horgászat, vagy. És az, akkor hogy... neked ezt a sekét kellett akkor épp horgászni. Ez volt a szerencsém, és aha. akkor ezeket elértem a spitzbotommal, aha, szóval aha, uh, aha, nem kell messbotozni mögé. Abban azt gondolom, nagyon kikaptam volna, ebbe egy kicsit kevésbé kaptam aha, ki. Aha. De én óriási sikerként könyveltem el azt, hogy 9 évesen tényleg nem lettem utolsó. Hát, hogy ne, persze, és ez egy nagyon jó löket volt, hogy, én úgy jöttem, ugye ott leszek, itt, 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 már nincs vesztenivalóm, és megvertem egy pár embert, és uh -huh. ez óriás óriási élmény volt. És akkor jött a tíz éves, akkor lett már rakósbotom, um, tíz, méter, akkor tíz méteres volt azt hiszem a, uh -huh. bothoz limit, volt tíz méteres akkor meg lett az görgöd, első versádám, úgy felszereltek, Aha. és ide is már a visszakötető Walter Tamás, akivel azóta jóba vagyunk, uh -huh. meg Erde nem Attila, Nagy Attila, uh -huh. aki, aki ott kilenc évesen az első Magyar Bajnokságban felfigyelt rám, vagy úgy megismert, és látta, hogy az akarat akaraterő, ha nem is más, de az akaraterő az nagyon nagy bennem. Uh -huh. És ő segített nekem ezt az első versenyládámat, az első rakósbotomat, uh -huh. és akkor így lett meg az első úgymond versenyfelszerelésem, komolyabb versenyfelszerelésem, és akkor úgy már kicsit komolyabb esélyekkel indultam el a második Magyar Bajnokságomon, ami már ugye tíz évesen volt, akkor de... már legálisan úgymond. Aha, és itt már te vágytál, tehát az első ilyen, hogy ú, nem is biztos, hogy én ezt akarom, a országos bajnokságot, már hogy én ez még kicsi vagyok, itt a tíz évesen már úgy voltál, hogy vért itt el és mentél. Tízes a másodikon, másodikon, ott már, ott már igaz, ott már egy kicsit olyan szomjasabban mentem, Aha. úgymond győzám szomjasabban mentem, és azt hiszem úgy volt, de ezek már azért tényleg régi emlékek, hogy hogy akkor már nagyon sokat horgáztam. Megkaptam az első versenyfelszerelésemet, Nagy Attila és Walter Tamás közreműködésével, Jutányos Áron, és akkor én nagyon sokat horgáztam. Akkor minden erre energiámat, sulit is úgymond hanyagolva, akkor nem fizikai is értelemben, hanem inkább mentálisan szóval, nem, nem arra fókuszáltam, hogy most mennyi a, az ötszöröt, nyilván megtanultam Aha. az alap meg egyébként akkor jó tanuló voltam, de ezek mellett minden Erőmmel a horgászatra összpontosítottam. Lehet, nagyon sokat horgáztam, ez nyilván kellett a szülői háttér, nem Igen. volt jogosítványom, meg semmi, óriási szerencsém van a, a szülői háttér a családdal. Segítettek, támogattak ebben. És a következő magyar bölcsességem, tíz évesen én második lettem, Matyér partján. Asz. Akkor már úgy mond, megvettem a nagyokat, a, a 13-4 éves mm -hmm. kérregedő nagyfiúkat tíz évesen. Mm -hmm. Sőt, már csalódott voltam, hogy nem nyertem, nyilván ott kicsit elfogott a győzelemvágy, mm -hmm. de hát ez így is így utólag visszagondolva egy óriási siker, egy más, első olyan alkalommal próbálkozás, amikor már volt rakósbotom, ládám, teljes versenyfelszésem, második lehettem, lássul, szintén nagy a fia mögött, <laughs> aki azért hát ott volt olyan szakmai háttér, hogy hogy úristen, hát ez én olyan álmodni, szóval apa, apa is nagyon sokat horgászott, de hát nagyatillakó már már sokszoros mindenféle bajnok ah. volt. Európa bajnok, meg, meg, világbajnok csapattal biztosan. És hát ő segített a fiának. úgymond esélyem nem volt, de ez sem pontosan igaz, mert emlékszem rá, és az ott, ott emlékszem, hazautig sírtam miatt a Budapestök, vagy a Szegedről Budapestig, hogy kiugrott a szákba egy nagy amúrom, egy ilyen hármas-négyes amúrom. Már meg ben volt a szágban, meg volt szákba, ha kiugrott, ki volt már tényleg Azzal van. meg lett volna akkor. És, és meg lett volna, Aha. és megszákolta másodszor, akkor is kiugrott, és a és, 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 és harmadik megszákolás, a második megszákolás után, a harmadik előtt sajnos elment az Aha. amúrom és ezért lettem csak második. Nyilván óriási siker volt, de hát akkor, amikor már az ember megszákolta, úgymond a Magyar Bajnoki címét, mindez utolsó napon volt. Utolsó, ez háromnapos bajnokság volt, azt hiszem, és ez az utolsó napon történt utolsó, annak és az utolsó órájában hmm. is között elment. Nem mondom, hogy mentálisan összeadottam, de erre minden perccel a mai napig emlékszem, hogy az ott az, az, az milyen derűként értett. Utolsó fél órát is már ládán pittyerekbe töltöttem, mert tudtam, Ez hogy... milyen érdekes, nem? Hogy hogy ugye nagyon korán kezdted az egészet, és emiatt nagyon korán meg is tapasztaltál egy ilyen élményt, amikor egy ilyen trauma ér igazából, amikor az úgy vagy vele, hogy basszus, nem tehetek róla, és most kiszúrt velem az élet, és nem tudom... És hogy ezt fel kell dolgozni, tíz éves er korról beszélünk, ezeket 20-22 évesen szokták, vagy mondjuk... Így most 18. még most igen, is, is nagyon nehéz. Igen, igen. Uh, de hogy már akkor megtanultál ezzel valószínűleg megküzdeni, hiszen azóta egy, egy picit tovább fejlődtél. Megtanultam, nem mondom, sokkal jobb lettem, szóval uh -huh. uh, nem tudok jól veszteni, ez, ez, nagy hátrányom, ez, ez be, kell, be kell, vajam, de pont azért, mert nagyon győzelem szomjas vagyok, szóval tényleg nehezen vesztek. Nyilván a nagy bajnokoknak mindig mondják, hogy veszteni tudni kell, Hát Én igen. nem tudom magamat a nagy bajnoknak, már csak ezért sem, mert nem, 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 nem tudok jó veszteni, ezt be kell látnom. <laughs> Nagyon S szerény vagy. Ez? tehát, hogy hisztizel, földhöz kúrod a botot, vagy csak Volt vagy már de azt gondolom, ezt minden versenyhorgász elmondhatja. De inkább csak sokáig rágódok olyanokon, amiket el kéne engedni. Itt ez most mentális dolgokra gondolok, szóval nem, nem az, hogy csapkodok, mert nem gondolom, hogy csapkodok, mint egy átlaghorgás, <laughs> sőt, talán azért ezt meg tudtam ilyen szinten kezelni. Nem, hanem csak úgy túl sokáig elmékedek rajta. Nem mondom, hogy nem tudok miatt aludni, vagy ilyesmi, csak mikor fölkelek, meg lefekszek, erre gondolok, hogy mi lett volna ha, és ezek a ha, ezek nem játszanak a versenysportban, a versenyhorgászatban. A, hogyha éppen horgászat közben mondjuk elmegy most egy nagy amúrod, akkor ott tovább lépsz egyből, vagy a verseny közben még rágódsz ezen? Hát, itt, amit most mondtam neked, hogy ezen itt tudok rágódni, és néha még a verseny közbére is, mm. de nyilván azért most már nagyon sok idő azóta a, 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 a megemlített amúr óta, ami tíz éves koromban történt, Azért azóta teljesen más. Ott, ott emlékszem, az ilyen utolsó óra környékén volt, és az utolsó órában pövettem a napszemeget, és ott picsértem alatt, hogy ne lássa senki. Hogy én ott konkrétan az okok, mert tényleg kiugrott a legnagyobb halam a versenyen, de azért ez most már nem ilyen, szóval most már nem, nem sírok, ha elmegy egy halam, de, de mi azért tudok rajta rágódni, de azt gondolom, hogy ez azért nagyjából mindenki így lenne. Ha egy nagy hal elmegy, a legutolsó ilyen fájó emlékem az 2022-ről van, Belgiumi Féder világbajnokságról, ahol egy nem tudom mekkora, de nagy halam elment, mm -hmm. ha azt megfogom, megint ott a ha, Aha. szóval ha nem fogtam meg, ha azt megfogom, akkor akkor lehet egyéni világbajnok vagyok, de szinte biztosan az egyéni dobogó valamelyik fokán mm -hmm. állok. Mm -hmm. Féde, nagy világbajnokságon nagyon nagy szó lett de nem jött ki. Ez volt az legelső vagy a legutolsó ilyen emlékem. Jó, hát ilyen De van, utána de... is, ez nem hiszem, ez korán történt, szóval ez a másik mm -hmm. nap korai időszakában történt, nem befolyásolta, nem befolyásolta a következő pár órai horgászatomat, nem estem össze fejben, de, de utána nem volt jó, szóval lefújták, és akkor utána rágódtam ezen nagyon sokat, hmm. szóval utána Egyébként napokat. Egyébként ez szerintem talán nálad a legjobb kérdés, hogy vagy hogy hozzád feltenni a legjobb kérdés, hogy mivel nagyon sokat versenyzel, versenyszituációban szerinted mi a gyakori, vagy mondjuk arányaiban hogy néz ki az, hogy szerencséd van és beugrik a nagy, vagy szerencsétlen vagy, és elmegy a nagy. Én azt gondolom, hogy a horgászatban mindenki valamilyen szinten, nem százszázalékban uh -huh. valamilyen szinten a saját szerencséje kovácsa. Ez biztos, szerintem az egész életben így a horgászathoz van. egész életben talán így van, ez még nem vagyok elég idős, ez kijelentse, nincs annyi tapasztalatom, mint e ezt majd meghagyom a 40-50 éves, 60 éves embereknek, ezt majd mondják meg nekem ők. A horgászatról tudok valamilyen szinten beszélni. Én azt gondolom, a horgászat mindig is valamilyen szinten szerencsétől függő sportág. Uh, sajnos jobb lenne, ha nem, de sajnos ilyen, és ez így is marad. Talán szép is benne, mert itt nem mindig ugyanazok nyernek. Igen, nem, igen. Szóval ez, ez alapvetően nem biztos, hogy rossz dolog, de azért én azt mondom, hogy sajnos. Uh, viszont ezt lehet csökkenteni a szerencsefaktort, hogy uh -huh. mondjuk lehet, hogy valaki nyer 90%-kal, de lehet, hogy másnak elég, csak 10% szerencsés és megnyeri Aha, a versenyt. Uh -huh. Nyilván ezt, ezt, ezt valamilyen szintű tapasztalata, tudással lehet kiküszöbölni a szerencsét. Akkor is kell. Szóval ez akkor, uh -huh. akkor is kell, de ha valaki nagyon tapasztalt, nagyon felkészült, jól horgászik, akkor ez a szerencsefaktor, ez, ez tud sokkal kevesebb lenni, úgyhogy akkor is győz. Igen, itt most igazából inkább csak rosszul tettem fel kérdést, arra voltam inkább kíváncsi, hogy gyakrabban megy el a nagy hal versenykörülmények között, vagy gyakrabban azért megvan, amikor már megakasztottad? Hát ez nincsen statisztikám, szóval... Úgy uh... érzése sincs meg csak... Mert ugye, mert ugye az arra emlékszel nyilván jobban, hogy basszus, elment igen, tíz évesen, ezek a az, 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 az amúl, emlékek. elment az a nagy hal Belgiumban, de hogy igen. arra vajon emlékszel, hogy amúgy meglett ez a, a nagy... Igen, 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 Macokán nem <laughs> volt bonushat, minden ha bónusz volt. volt. a <laughs> nagyok voltak, igen. Ott, ott ugye úgy nem, nem, volt extra nagy halam, mert valójában mindegyik igen. az volt, ott az volt az átlag. Igen. Szóval az egy teljesen speciális műfaj volt. Az az egy verseny az, vagy a, pont a, a pozitív példa az, hogy uh -huh. ott volt az a verseny, ahol minden kapásomat egytől egyig megfogtam. Egyetlen egy halam sem ment a két oh, nap alatt, szépen. és az átlag a másnap 13 kiló volt, másnap 11 kiló, és Minden halam. De és minden de az az so ilyen 110 méterről nagyjából. 90 ra tettünk, és 100-ra horgáztunk. Nagyon azt hiszem, kemény. de valahogy így, így most pár kemény. méter mínusz ja. plusz. De ott egyetlen egy halam sem ment el. Kérdésedre a azért több kijön, mint... Több jön ki, sokkal több kijön. Nem, biztosan sokkal több kijön, mint amennyi elmegy. De sokkal meghatározóbb emléke az, amikor az az egy-egy Hát megy. igen, nyilván arra emlékszik az ember jobban. Sajnos igen. Fegem. Most többször mondtad meg, amikor az adás előtti small talkban is elhangzott, hogy, hogy a horgászat, a te számodra azért inkább mentális sport? Abszolút. Ezt ez az abszolút tart, és ezt mindenkinek elmondom. Nyilván van, én fizika is, uh -huh. de nem összehasonlítható egy biciklizése. Például most elkezdtem a napokban űzni a, a biciklizést, hogy komolyabban uh -huh. euh, szeretnék kicsit állóképességet javítani, az azt gondolom, kell a horgászat fizikai részéhez, Aha. de mentális sportnak tartom. Szóval itt hogy fejben dőlnek el a dolgok. Döntéseknél, kitartásnak, tényleg összeomlok a hegy, elmegy egy nagy halam, Aha. vagy nem. Szerintem, ha itt valaki fejben ott van, át tudja gondolni, mit, miért csinál, akkor, akkor már jó alapokkal indul, uh -huh. in, indítja el ezt a, 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 a horgász versenyzést. Nem feltétlenül minden, szóval azért kell -e ez egy megfelelő gyakorlat, az idő kell, igen. de de ez mentális sport, uh -huh. én azt gondolom, és szerintem ez, azt gondolom a horgásztársaim is, a versenyző versenyzőtársaim is így gondolják, szerintem, erről ugye szoktunk beszélgetni, és tényleg itt sokszor az dönti, amikor ilyen nyújtászó múlik, hogy ki volt ott jobban fejben, ezt is sokszor beszélgetjük egymás között, ez a ki volt ott jobban fejben, ez egy gyakran elhangzó mondat egymás között, mert el sokat beszélgettünk erről, és ez biztosan így van, én azt gondolom. Igen, ezt a, amúgy ugye az egyik legnagyobb ilyen rivális, ott Szabó Bence is mondta már többször itt az adásban. Most az jutott eszembe, hogy, hogy így, hogy, hogy, hogy lehet úgy fejben ott lenni, hogy ami neki volt, hogy bedől a, a limited, meg mindened a vízbe versenyad. Hát igen, az egy, és az ezt, egy speciális eset lehet. Aztán felállsz, mert már ülni nem tudsz, és megnyered a Be tudok gondolni a, a helyzetében, mert egyszer képzeld el, hogy ilyen 8-9 szintén ilyen kisebb versenyen, egy pecetus a versenyen, beleestem egy csatornába. Ládástó mindenestő, akkor már volt ugye ládám, akkor, akkor ez, biztosan több, mint 9 éves korom után aha, volt, mert akkor ládám. Akkor az ilyen 10, 10 éves korom elején én beleestem egy csatornába, tiszta, büdösen, sarasan, ilyen, ilyen mocsár jellegű volt a partja, és orra estem be, így beleborultam. A szóval láttam milyen érzés az, amikor az ember a, a, a kicsúszik a talaj, és beleesik a vízbe, hát nem lehet kellemes érzés. Ők ilyen szempontból törökbányt egy szerencsés helyszín, legalább ezt ott tette, és nem máshol. Igen. Mert ott egyrészt messze kell horgászni, nem, nem, el, nem zavarta, el, nem maga elől a halakat, de hát ezért igen, szóval itt, azért az egy fejben ezt, ezt, ezt elviselni, és, és ezt kitartani az, azért az, ahhoz kell egy Szabó Bence, igen, igen, Szabó igen, Bence igen. hogy ez hogy ne rodjon össze, és ez rá nagyon jellemző. Pont ezért is ilyen sikeres horgász, azt gondolom. Hát igen, nyilván nálad is ez, ez ott kell, hogy legyen, hiszen már tíz éves korodtól kezdve gyakorlod azt, hogy hogy nem szabad összetörni ezeken a versenyeket. És 14 évesen hogy kerültél ki végül is a VB-re? Én nem 14-esen kerültem ki, akkor már volt egy egyéni világbajnoki címe, meg egy csapatvilágbajnoki címe. Én a legelső véve, mert 2012-ben. <sar successfully> kerültem akkor ki 11, 11 évesen. évesen. Abban az évben lettem egyébként először a Magyar Bajnok, hogy említettem, 10 évesen lettem és 11 Aha. évesen megnyertem, meg beteljesült hmm. a nagy álmom. Visszatértünk Velencére, és az ott is lettem. Ja, az Igen, az Velencére. És, me és meccsbottal nyertem, emlékszem. És emlésszel. akkor be kellett horgásznod a patka mögé. van, a patka Aha. mögé, a mélybe, meccsbottal. Nagyon-nagyon képbe vagy. Igen. én szívom a tudást magamban. Nem járok eleget horgászni, de itt tanulok most. Ez így történt, ahogy mondott, kellett horgásztam mélybe, matchbotta, és azt megnyertem. És abban az évben, ez a magyar bajnoki címem, az első magyar bajnoki címem, 2012-ben a Valencia Patkán, ez előbb történt, mint az első uh, világbajnoki megmértetésem, az kicsit később volt, egy-két hónappal, nem tudom. És ott voltam Szlovéniában, az U14-es vagy 15-es, volt egy ilyen váltás, mm -hmm. nem tudom pontosan mm -hmm. mikor, vagy U14-es, mm -hmm. vagy u 15 es U14 volt még. U14, akkor te jobban tudod, igen. <laughs> kiedzeteltem azért. <laughs> U14-es világbajnokságon. Uh, megméretettem magamat egy nagy csapattal. Azt a csapatból minden, egy ember kivételben mindenki köregedő volt, az, az azt jelentette, hogy 14 Aha. éves. Egy ember volt, aki 13 éves volt, és voltam én 2012-ben 11 éves. Uh -huh. Én voltam ott a kis fekete bárány, szinte minden értelemben. És oda már úgy kvalifikáltál, hogy előző évben második lettél? Így van. Aha. Szóval az előző évi ranglista, Aha. Nem, nem volt Aha. ranglistánk, előző évi magyar banyoské <coughs> eredmények számítottak, sorrend számított, én ugye másik lettem. Aha kivívta magamnak azt a jogot, hogy én horgászhassak egy világbajnokságon. Más is be is válogattak, mert az én a kapitány helyébe lehet volna a fejemet, hogy hú, 11 éves ez a srác, nem biztos, hogy kellő fizikummal rendelkezik. Nem is feltétlen az, hogy most milyen tudással, hanem kellő fizikummal rendelkezik -e ahhoz, hogy pont egy Szlovéniában, ahol ilyen 8-9 méteres vizek vannak, 10 méterre a part, vagy a 10 méteres bottal, az a teli botta, emelgettük el a szívaur keszegeket, hogy, az hogy, igen. ezt, meg tudja eltenni. Aha. Uh, vakartam volna a fejemet, de hásnak elvittek, és ez volt az első világbajnokom, ahol a világbajnokságom, ahol csapatban világbajnokok is lettünk. Aha. Uh, mi ezen a világbajnokságon? Igen, biztos, azt tudom, hogy nyertünk, az biztos. Radácsi Kristóf lett az egyéni világbajnok, szóval itt, itt dupla arany logott egy magyar uh, fiatal srác nyakában, és, és az én, az én nyakamban is meglógott az első világbajnoki aranyérme, aranyérmem, ami ami azt gondolom, az egész karrieremet még jobban megalapozta. Szóval ez egy, 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 olyan szintű élmény a mai napig, hogy visszagondolok, és kiráz a hideg. Most itt a pulcsát nem látszik, de ez még most is így, így igen, Hiszem, még így hallgatni is durva. Kicsit olyan, mint a, nem tudom mennyire vagy a technikai sportokban is, de ilyen kicsit nekem olyan, mint a Rossi tudod, amikor... Már rossz Igen. Nem, a Valentino Rossi. Vaj, hogy a, bocsánat, igen. igen hogy, a, hogy, úgy... Már rossz lesz foci. Igen, ott, ott <laughs> azt mondott, évesztett, hogy, Az alapozta meg az igazán a karrieret, hogy nyerte egy BB címet, tehát hogy így, az mennyire durva. A Rossiról van egy uh, sztori, bocsánat, ez picit off topic lesz, hogy a, neki az anyja az nagyon ilyen, hát hogy a mai fogalmaink szerint rossz indulatú hárpia benyomását <laughs> uh, kelti, és ott ugye az volt, hogy lett olasz bajnok. Jó, majd, hogyha a világbajnokságot nyersz. Oké, elment, megnyerte a 125-öt. Hát azért ez csak 125, nem 250. Megnyerte a 250-et. És akkor, hát ez még csak 250, azért ez nem egy, nem egy GP a GP 500, és akkor azt is megnyerte, és akkor valahogyan így az agyja. Azt többször is, ha jól tudom. Ó, hát igen, a azt összesen, az összesen, összesen 9, 9, van. a jó ha jól tudom. Igen, nem, igazából uh, Agostini tartja a GP rekordok számát. Tehát világbajnok számát 15 világbajnoki címmel. De ő régi. Igen, amikor egy futamó több kategóriában is tudtál indulni. 125-ben, 250-ben, 350-ben és Az nem ma volt akkor. Nem, nem, az most egy öreg meccsig, de még mindig elég gyors. De az biztos az én karrieremet is nagyon megalapozta. 11 évesen egy WB címnél úgy döntött, hogy na jó, csináljuk ezt a horgásportot. Akkor nem is tudtam fölfúrézmösülni, hogy én mit értem ott el. Um, főleg úgy, hogy be is ühettem adtak lehetőséget, hogy beüljek Aha. Elsőezni, mert ilyenkor szokott azt történni, hogy az első nap jó állt csapat, akkor, akkor nincsen csere. Én beültem másik nap. Ja, hogy te itt első nap csere Első csere volt, de most beszéljünk később. Olyan. én, a, ahogy vég, a, küldted a listát, hogy majd miről fogunk nagyjából beszélgetni, abban volt egy olyan kés, amiről majd erről szeretnék beszélgetni, és azt egy kicsit később, jó, mert mert ez, egy, jó, ez egy nagyon jó sztori. Oké. De igen, szóval beültem, és én horgászként, úgyhogy tényleg, ténylegesen horgásztam és Igaz, hogy csak egy napot, de bőven elegendő egy kis számára. Az azt gondolom, főleg, ha egy világbajnoki teljesen boldog lettem volna, akkor is, én egy percet nem horgáztam. akkor biztosan úgy megapasztam van a karriere, mert... Hány órát versenyeztek ilyenkor? Ez ott azt hiszem... Három, vagy négy? Vagy három, vagy biztos, Aha. biztos nem több, mint négy, Aha. minimum három. Aha. Nem tudom, akkor hogy volt a szabály, már nem emlékszem. Ne el most azt a sztorit, engem annyira kíváncsi melyik, 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 kérdést nem akartad? Mert is ismerkedtem meg volt, Tamásnak. Majd ja, Na. napig, jó nagyon jó, viszonyt ápolunk hozzá, mivel a legközelebb álló horgász személy, azt gondolom, így a, a a horgász belül, hát az ott úgy történt, hogy én ugye egész hetet első világban, aki címe, mint mondtam, a győzni akarás vágy, az mindig bennem volt, 9 éves korúban, nagyon régóta. És és akkor ott a tréningek nem is mentek rosszul, megbirkóztam a mélyvízzel, nyilván nem úgy, mint a 14 évesek, meg a 13 évesek, meg, a, meg attól sokkal idősebbek, de ő van ugye másik kategória. De azért úgy helytáltam, azt gondolom. Hmm. És, és bíztam abban, hogy, csapat ugye nem, nem, úgy mentünk ki, hogy nincs kiíretve a csapat, nincsen kezdő mm. ember jelölve, mm. ugye van egy tartalék, 4 plusz 1 fős volt, azt hiszem, a válogatott, és, és nem volt megélve a tartalék. Ez néha megszokott jelölve lenni, néha nem. Mm. Most nem volt. És akkor bíztam abban, hogy tök jó mentek a tréningek, hogy akkor hát kapok lehetőséget az első versi napon is, hogy beülhessek, és akkor majd alakulja a másik napon. Folytatom el, de hogy bíztam benne, nem jött össze. Mm ami azt gondolom, hogy ott teljes mértékben jogos döntés, hiszen tényleg 11 éves voltam a 14-esekkel szemben, hogy én már azt csodálom, hogy utolok, hogy egyetlen kivittek. Szóval én magamat nem biztos, hogy kivittem volna 11 éves, ilyen kis vékony, kicsi srácként, hogy én tök pici voltam. Semmivel nem voltam nagyobb, nagyobb mint a kortársaim. És hát már mondom, csoda volt, hogy kivittek, nem, hogy, nem, hogy még elsőre beülni horgászni totálisan. Ez nem volt egy reális vágy, azt gondolom. Nem is kaptam meg a lehetőséget. Ezt akkor nem tudtam helyén kezelni. Én, én ott nagyon-nagyon zokogtam, sírtam oda, meg volt a és nyilván meghallgattam, meg minden de már ott, má ott, má ott küzdöttem a könnyeimmel, emlékszem. És akkor véget, végre megbeszélésnek, én aminek nagyon örültem akkor, hogy végre végesek, akkor Elvonultok úgy a kicsit félre, és akkor leültem a patka szélére, a szállásunk egy nagyon szép hegyen volt, egy ilyen szerpentines úton kell fölmenni a szállás, és akkor leültem a szerpentines útnak oda a patkájára. Mm -hmm. És akkor ott mm -hmm. üldögéltem, és akkor sírtam egymagamban, Um, apa, akkor nem tudom, hogy ugye, ugye ott a szüleinkkel szoktunk az ilyen Igen, ezt akartam kérdezni, hogy, gondolom, ugye, hogy nem, tán, nem tudom pontosan, hol volt akkor. Lehet megkértem, hogy hogy legyek egy kicsit aha, egyedül. Nem aha. tudom, mindegy, és akkor sírtam a podcast. És pont Walter Tamás akkor jött valahonnan, és azt, hiszem, azt, hiszem csaliér volt nekünk, um, saját kocsijával elment csaliért, hogy legyen nekünk uh -huh. másnapra, és akkor meglátott engem, megállt mellettem, lehúzott ott az úton, hát mondom, ott a szállásunk alatt voltam pár méter, vagy mit tudom, 10-20 méter, és akkor megállt ott, ott mellettem, hogy, hogy, mi a baj, látta, hogy van mi baj van, hogy fáj van, hogy mi a baj. Hát, és akkor megtudta, hogy ugye uh -huh. úgy döntött a csapat, aminek azt hiszem, ő volt a másodkapitánya, aminek Nagy Attila volt a kapitánya, ugye, aki említettem. Aha, volt Attila volt a kapitánya, Walter Tamás volt a másod kapitány, de ebben nem vagyok biztos, de hogy biztos, hogy valami fontos pozíciót, vezetői szerepet töltött be a csapatunk körül. És megkezdtem, hogy mi a baj? És akkor én ott zokogtam, ahogy tudtam beszélni, hát tényleg. És, és akkor először úgy zavarba és jöttem oda, hogy ott Tamás, aki ugye hát például tekintettem, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. És hát újra idejött, én meg itt zokogok, hogy ebből mi lesz? És akkor, nagyon, és akkor, ő nagyon kedvesen, azt hiszem, egy órán keresztül beszélgettünk, vagy a fél órát yeah. megütő beszélgetés biztosan volt arról, hogy most ez miért történt, hogy történt. Ő elmondta, szembesít engem a teljesen valós dolgokkal, hogy fél csak kicsi vagy neked, nagyon sok lehetőséged lesz ilyen világverseny, hogy itt vannak a kiöregedők, akik 14 évesek, utolsó lehetőségük út 14-ben, nekik biztosan meg kell hagyni a lehetőséget, és akkor van egy srác, aki 13 éves, akinek még van ez, meg még egy éve. Aha. De hát most ő is Neki már csak egy lövése van ezen ezen kívül, egy lövése van, nekem meg még van rengeteg, Aha. és akkor mi nem beszéltünk az U-20-25-ről, meg még majd később a és azt mondta, hogy nyugodjak meg, nekem még, még, még hosszú karrierem lesz ebbe a versenysportban, kitartok, hogy ezért ne omoljak össze, és, hogy, és hogyha úgy, áll, úgy állnak a csillagok, akkor én majd másnap beülhetek horgászni, és akkor. Aha. Ez nem egy ígéret volt, hanem hogyha ha úgy állnak a csillagok, és akkor, akkor beülhetek horgászni. És akkor megnyugtatott, de olyan azt hogy te megnyugtatott, emlékszem, hogy konkrétan megint teljesen motiváltan, nem, hogy nem sírtam, hanem konkrétan mosolyogtam, vagy úristen, beszélgetettem Walter Tamás egy fél a problémáimról, megnyugtatott, nagyon olyan szavakat mondott, amiket én akkor nem is tudom, hogy mit jelent, hogy majd nekem még lesz lehetőségem felnőttbe világban és kell indulni, úristen mondom, hagy, no, hagyjál már, hát így ez voltam magam, mondom, hagyjál már, de úgyis, hát az hol van még, és fel se érem azt a kort, úgy voltam vele. Akkor nem láttam magam, mert ugye ezt, ugye ezt, ezt a jövőt, és de ő, látta. Ez, és akkor ide vezethető vissza azt, hogy volt a Tamás, amikor is megkettem meg. Ez volt az első olyan dolog, amire én nagyon emlékszem. ez, nem azt mondom, a beszélgetés minden szava megvan, de, de tényleg egy nagyon meghatározó beszélgetés volt. Az a Walter, az nagy pszichológus ezek szerint. Igen, nagyon nagy. Nagyon sokszor engem fejben, amikor tényleg elmentem, a Belgiumban nagy halam, akkor is ott volt pont. Ott nem zokogtam, meg nem sitam, de azért padlón voltam. mit, tudott mondani neked? Hát, most azt, hogy nem pontosan emlékszem, meg, meg nem is biztos, hogy arra most... Nem lenne helyes olyat mondani, hogy nem biztos, hogy úgy történt, szóval nem okay. emlékszem pontosan, de azt tudom, hogy nagyon megnyugtatott erre, emlékszem ott is. Hát neki nagyon jó beszélőké van, szóval olyan szinten tud emberekkel kommunikálni, hogy nagyon kevesen képesek. Én sem vagyok többek között. ebben ilyen jó, meg nagyon jól ismeri az embereket. Nagyon jól tudta, mit mondja egy 12 éves, meg nagyon jól tudta, mit mondja annak az embernek 10 év múlva. Uh -huh. Szóval ő ebben, ő ebben nagyon jó és ott ismerkedtünk meg, és akkor, és akkor onnantól pár évre lettünk, ha nem mondom, a szorosabb viszonyba, de, de úgy beszélgettünk versenyt, találkoztunk, megismert, megtársa és akkor azt hiszem, 2019-ben lettünk nagyon közel egymáshoz, amikor egy csapatba kerültünk, bevettek engem a Féder nagy csapatba, hát ami akkor szintén egy mérföldkő volt az életemben, minden tekintetben, mind mentálisan, mind fizikálisan, ott van egy sokszoros, minden megnyerő csapat, meg ott vagyok én és akkor hát ez egy egy, egy, nagyon nagy Már mint ott most a klubcsapatról beszélsz. Ez a klubcsapat, igen, a Maros, Maros, Maros klubcsapat. Én azt mondom, a mai napig ez a legnagyobb mérföldkő az én horgászatom. Ami ilyen. Nem az eredmények, hanem a, az igazolások tekintetében. Azt jól sejtem, hogy neked a szívedhez legközelebb a klubcsapat versenyek állnak? Ez biztosan így van. Szóval nagyon szeretem, egyrészt teljesen más a hangulat, mint egy egyéni verseny, amikor csapatként küzdünk, csapatként állunk oda reggelente, esténként a vacsorához, a reggelihez, és beszéljük azt, hogy mit csináljunk másnap, ez egy olyan dolog, ami, amit nem tud más verseny megadni. Szóval ilyenkor nagyon irigyem az olyan csapatsportokat, egyébként, amiben nincs egyéni, uh -huh. egyéni értékelés. Ez, ez, egy olyan, olyan szintű euforikus érzés, hogy amit nem lehet átadni annak, aki ebben nincs benne. Szóval ebből szempontból nagyon sem a formegyes versenyzőket, akik, akik ugye azért mondják, a csapat, de jaj, de jó a csapat, de valójában mindenki az egyéni világban, aki címbe hajt. Szóval. Hát sőt, a csapattársad a legnagyobb riválisod igazából. Én ezt akartam, szóval. ezt, ki a szót, ezt Igen. akartam mondani, erre az elég sok precedens volt a, a közelmúltban, meg a régmúltban is. És, és ebben a szempontból ezek a klubversenyek, ezek iszonyatosan jók. Én uh -huh. nagyon szeretem, és, és általában olyan boldogsággal tölt el egy ilyen hét, hogy teljesen más, hogy meg az utána való heteket. Szóval, uh -huh. úgy, amikor ott van, no, sokszor van az, hogy van egy klubverseny, és utána következő héten már hétfőtől egy egyéni verseny, és, és már nem olyan feeling. Szóval, uh -huh. hogy, nem mondom, hogy rossz, vagy, 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 vagy bármi, de olyan, hát tök jó lenne megint csapatba versenyezni. Nyilván uh -huh. ott is megvan a csapat feeling, szóval egy de azért nem egy csapatként küzdünk teljes mértékben, azért meg kell hagyni azok egyéni versek. Itt nem uh -huh, azt jelenti, hogy egy más meg is, hanem csak azt, hogy azok te egyéni versek nem nem csapatverseny. Igen igen, szóval, igen, 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 Ezek a kategorizálni kell. A, a klub, a klub versenyek, az, vagy ezek a klub csapatversenyek kicsit ilyen családiasabbak nektek, mert kvázi egy családként ott ti nyomjátok, mint kollégák. Kaj, vagy ne, nem hát mondom, ez, 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 leírhatatlan, hogy ez ilyen közhely, hogy tényleg család és az egész, de, de, tényleg az, vagy nem lát bele, az lehet, hogy az is tudja, de aki ott van és, és, és átél, nem is feltétlenül a csapat szoros tagjaként szóval Most gondolkodj, hogy mondjuk az én barátnőm, ah, ah. vagy vagy bárki barátnője, vagy barát, vagy háttér, ezt ők is tudják, hogy ez, hogy ez miről szól. Ott, ott olyan nevetgések vannak esténként, olyan szintű, akár csak főzöcskézés, Borda Zsolt, ami osztopos tagja a csapatnak, általában szokott lenni csapatkapitány, vagy háttér, de általában csapatkapitány, ő a csapatkapitányunk, ő szokott nekünk nagyon sokszor főzni, Aha. és olyan, olyan kajákat trittyent össze, olyan hangulatban, amihez fogható nem nagyon van. És, és ez úgy hozzátartozik, tök jó az eredmény, tök jó minden, de, de ezek nélkül nem lenne az igazi. Ezekkel együtt viszont tényleg egy leírhatatlan dolog. Jó, hát igen, főleg úgy, hogy azért abban is elég sikeresek szoktatok lenni, szóval e, igen, az igen, sem egy Azt hiszem, amióta én vagyok, 2019 óta négyszer nyertük, mert ugye idén még nem volt. Aha. Um, az a... a csapat, és mindez jó hangulatban, Igen, az pedig az úgy nem fenomenális. Rossz. Azt akartam még kérdezni, mielőtt a, rátértünk a klubcsapatra, hogy a, gondolom számodra ezután a 11 éves korodban történt beszélgetés, után nem volt kérdés, hogy te a Maros Walterland csapatában akarsz majd egyszer versenyezni? Ott még ez nem fogalmazott meg bennem, utána még jó, jó pár évig nem az voltam, de nyilván valahol én azt oda gondolom, mások, a Tamás ne, mások nem nevében nem, nem szeretnék beszélni, de, hogy, de hogy igen, hogy az én szívem Walter Tamás és csapatához húzott uhum. már akkor, az teljesen biztos volt. Hát most 11 évesként, mondom, ilyen kis vézna gyerekként azért nem ez volt a... E, igen, nem is erre akartam kiukadni, csak hogy onnantól hogyan vezetett az út odáig, hogy aztán végül oda is kerültél. Ők kerestek meg, te házaltál és kopogtattál, hogy Tomé, ez azért most azért már... még volt, egy. hát most voltam 11 éves, 19-18, mondjuk 7 év. Uh -huh. És akkor ott még elindultam u 14 azt hiszem, nem nyertem több magyar bajnokságot, U20-ban megnyertem a legelsőt, amire indultam, azaz 15 évesen megnyertem a 20-asok közötti magyar bajonságot nagy bajomba. És nyertem még egyet kicsit később máshol rakósbottal. Úgyhogy azért voltak eredményeim. De utána jött egy nagyon nagy hullámvölgy, amikor ezek az eredmények, mm. ugye, én kicsit, nyilván jött a fiatal, kamaszkor, aha, elszálltam aha. magamtól teljes mértékben. Szóval, uh, erről nem nagyon szoktunk beszélgetni, mi, már Mármint a horgászatban. Igen, 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 ez most a világ. Igen, aha, hát aha. ez úgy ez azt gondolom, a kamaszkét az emberben mindig benne van. Néha, ha sportol, akkor ez a sportjában, főleg ha a sikeres uh -huh. is, hanem akkor az életben, amikor, na majd én megfújtom a világot. Igazad van. Ez velem így volt a, 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 a horgászversenyzésben is. És hát nem kell messze mennünk, megint Walter Tamástól említeni, aki akkor, én nem aggódtam meg, hogy akkor éppen értem a Istenek igazát, na én vagyok a, 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 mindenkit legyőző, Bakó Péter, na hát ez nem így történt, mindenhol megvertek. Szóval <laughs> akkor volt két-három év, amikor tényleg rommá vertek. Ah, amin indultam ott, nem az utolsó, utolsó lettem, de nagyon nem ott, ahol kellett volna lennem, ahol szerettem volna lenni. És akkor szüleim aggódtak, hogy úristen, mi lesz belőlem, Aha. elveszik a gyerek, nem lesznek majd eredményei, be kell fejezni a sportot, mert így nincs semmi értelme, és akkor a szüleim keresték meg egyébként Tomit. Aha. És akkor megint jött a megnyugtató készsége, csak akkor nem engem, hanem, hanem szüleimet nyugtatta meg, és akkor mondta, hogy nyugod, nyugodjanak meg, ez itt egy, ez egy, ez egy bizonyos korszak, egy kamasz Aha. korszak, amin, amin túl kell esni, át kell lendülni. Ezek Hülye szerint vagyok. ő már találkozott ilyennel? Korábban hát nem más tudom. nem másnál? Tudom, nem tudom. gondolom. Vagy ez csak ő így tudja, mert ő a Walter Tomi. Is is. egy nagyon okos ember, szóval erre e következtetni is lehet, meg Aha. lehet, hogy van tapasztalata, ezt Aha. nem tudom, Aha. de hogy szüleimet is meg tudta nyugtatni, ezt teljesen biztos elmondta nekik, kell, ki kell bekkelniük, meg kell Aha. várniuk ezt a, ezt a nehéz korszakot, rendkívül hülye vagyok, voltam, és és ezen, majd túl a akkor újra lesznek eredmények, akkor vissza leszállok a földre, akkor majd újra jönni fognak az eredmények. És igaza lett, mert utána kicsit nőttem, és akkor azt hiszem a másik 20-as magyar bajnoki címem, az első 20 és a másik 20-as magyar bajnoki címem között volt ez a, ez a korszak. Aha. És lejött a másik, második 20-as magyar bajnoki címem, amikor úgy visszaszálltam te a talajra. Úgy emlékszem vissza, te ott, ott, úgy mindent elkövettem azért a kettő között, hogy ne nyerjek. komoly tanú vettem a tréningeket, úgy is megnyerem, úgy is úgyis sikeres leszek, mit számít, sokkal többet horgáztam, mint, vagy horgáztok, mint ők, csak nem gondoltam bele a horgászatok minőségébe, hogy Aha. úgy mentem oda, hogy na majd én megmutatom, meg most én horgászok, de majd én eldöntöm, hogy hogyan akarok halat fúrni, ne a hal Ez Aha. a tipikus legrosszabb mentalitás. <laughs> És akkor jött az a, és akkor ott már ott az én, én is már nagyon ki a végén, ez egy azt hiszem, egy három éves korszak volt, ott, uh -huh. nem is mentem világbajnokságokra, szóval én kiáltottam magamat a válogatott kerettagságokból uh -huh. is, mert tényleg semmi eredményem nem volt. Uh -huh. És akkor nézegettem otthon, hogy ahogy a világversenyeken szerepelnek a hazai horgászunk, az, azok, akiket addig nem azt, hogy megvertem, de úgy azért labdába rúgtam mellettük, vagy velük, uh -huh. És akkor ott néztem őket, a, télk, hogy a, hogy ki vannak meg otthon nézem a telefonomat, hogy ezt azt nyertek, vagy nem nyertek, vagy aha, teljesen mindegy, de hogy világbajnokságon horgásznak. Ez már önmagában egy nagy, nagy feeling. Én meg nem. Van olyan horgász, aki ebben a U15 és U20 közötti időszakban elkallódott? Tehát aki nem jött ki abban a hullámból? én azt gondolom sokan. Nem, nem is feltétlen hullámvölgy, hanem tudnak, jön a csajozás, a bulizás, uh -huh. A, a suli, ott a, ott a gengelés, a bandázás, és ugye el tudnak veszni a, a, a ebben a, ebben az időszakban a, a, fiatal horgászok, sajnos. Aztán előbb-utóbb egyébként visszajön. A tapasztalatom az, nem vagyok időszakhoz, teszem, hogy ez, ez, még az én korombeliekre is jellemző, de leginkább a 16-7-8 jön a középiskola, ott, ott, van, ott, ott, ott a legdurvább ez. Mi is rekordhülyék voltunk. Hát abszolút, azért. Amit ez, a ez a korszakra, ez ez egy, korszakra jellemző, ez csinál, csinál csak nekem ezt kiadottam. Igen, egyébként az utolsó visszagondolva nekem is jó. Utána én nem lettem tízszeres világbajnok, de igazából... Azóta én sem. Akkor ez veszély alapvetően. Igen, a középiskolában, a, a, amikor bekerülnek a, a, a diákok, a gyerekek, többek között én is, akkor t -t, azért úgy elszáll a ló. T -t, hogy megérzik azt, hogy na akkor most kis kamasz felnőttek, hogy hogy mondják ezt, ez a, ez a, ez a kora felnőttek. Hát ez velem is mondom, így történt, semmi eredményem nem volt. És akkor utána, mikor már nagyon kezdett engem is már nem csak szüleimet, hanem engem is zavart, akkor ugye azért leszálltam, visszaszálltam a földre, és akkor oda már nagyon szerényen kis meghúzva mentem, hogy úristen, mit, mit műveltem én itt az elmúlt években. És akkor megnyertem az e, a második a 20 úszas magyar bajnoki mm -hmm. címet, nem is 18-19-es, nem tudom pontosan hány éves voltam, de már azt hiszem, elmúltam 18. Nem tudom. Érettség előtt vagy után volt? Biztosan előtte, biztosan akkor előtte. 18. Szerintem, szerintem 18, 18, jó 18. volt, biztos, hogy több, mint 17, Aha. de kevesebb, mint 18. Szerintem Ennyi. 17 vagy 18 éves. De határoltuk. 2018-ban volt, Aha. szerintem, szóval 17 éves Aha. voltam, Aha. akkor megértem a következőt is. És onnantól teljesen másképp tekintettem itt a horgászatot. Felfogtam azt, hogy én itt nem viselkedtek, én így, én így sokkal alázatosabban kell ezt csinálni, mert ha ezt, ezt nem így teszem, akkor, akkor, akkor eredmény se lesz, és még, és még csak az emberek se fognak szeretni. Um, <laughs> már azért nyilván ott a baráti köröm is kicsit megcsapant, szóval, mm. hogy teljesen jogosan hozzá szeretném tenni. De utána úgy elkezdtek jönni az eredmények, elkezdett jönni minden, szülei megnyugodtak, Tominak igaza lett, <laughs> és akkor ugye utána visszajátszottam, vagy visszakerültem a, a, a válogatott kerettagságokba, és akkor újra mentem vb kre ahol nem, nem teljesítettem rosszul, ilyen lett egyéni negyedik, meg hetedik helyem is, nem negyedik nem volt, ötödik, meg hetedik helyem volt egyéniben, ami ezek általában csak ki szerencsém hogy éppen mm. nem egy világban egy címszor. negyedik, egy top 10, az a az, az Én Azt gondolom azon belül rangsor, legtöbbször nyilván van, amikor nem, de legtöbbször az. És akkor ugyanattól kezdve felfele ívelődött a karrierem, igazi nagy mélypont, én azt gondolom azóta nem volt benne legalábbis nem értem meg semmit sem. Most az, hogy elment egy halam, ugye, amiről beszéltünk, az igen, nem, az nem ez mélypont, az nem karrier igen, mélypont. Az igen, egy, az egy ez egy érzelmi van. mélypont abban az egy-két napban, de ennyi. Igen de ezt tudni kell mentálisan kezelni, szóval, és, ez, 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 ez nagyon nehéz. Hát figyelj, most, amit elmeséltél, ez tényleg még én nem olvastam máshol rólad ezt a hullámvölgyet, meg hogy Soha nem hogy beszéltem ]ról róla sehol, szóval, ugye, úgyhogy kevés köszi, podcast volt, hogy de azt gondolom, hogy Ezekről egyébként sosem volt titok, szóval csak nem volt rá alkalom, hogy én ezekről beszéljek. Ez tökéletes, hogy mondtad, mert hogy ahogy én megismertek, ugye most találkoztunk először, de amit, tudok rólad, meg olvastam, meg láttam, az mindig valahogy az alázat szó köré volt így rendezve számomra, amit én levettem belőle. Vannak, akik meg vannak, akik egyébként nem. És ezek szerint onnan jött ez az alázat, hogy, hogy rájöttél arra, hogy más, hogy ez nem fog menni. És aztán meg lett az a Bakó aki elmondja, hogy Hát én tudok a halak fejével gondolkodni, és 250 napot töltök amúgy a vízparton, és tehát hogy érted a... Amiből a legjobban lehet tanulni, az a saját hibánk. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy amiket egyszer elkövettünk, az nagyon fontos, hogy ne kövessük el még egyszer. Hát, én igyekszem ebben nem belesni megint, nem tudni ugye, mit az a jövő, nem, nem beszéltük a, a, a jövőt, nem látom, de de mindent megpróbálok megtenni annak érdekében, hogy ezt a korszakot, ami akkor volt, és az, az a, az, az a, azokat a dolgokat, amiket akkor uh -huh. elkövettem, teljesen hülyén azokat azokat el, el elkerüljem a jövőben, mert az nem célra vezető, szóval uh, így úgy láttam azt, hogy se eredményem nem lesz, se barátaim, se semmi, mert ott min mi, mindent el eltaszítottam magamtól, az eredményeimet is, a barátaimat is, a szüleimet éppenséggel nem, de hát még ők is aggódtak értem. Szóval. És ez egy nagyon rossz korszak volt. Egy utak hogy te is mondtad, hogy ez egy vicces, meg tök jó hangzik, tudod. Ja. Meg ezt meg kellett élnem, azt nem élem meg, lehet, hogy ez később jött volna. Szóval tök e, jó, hogy igen, akkor értem hogy meg. Mindennek van valamilyen... Pozitívum igen, és negatívum. Oh, a, igen, hozzadék, akkor negatív, negatívum jó. volt, most nagyon nagy pozitívum. Szóval hmm. egyébként én nagyon köszöv, sokat köszönhetek annak a korszaknak, nem tanácsom senkinek, hogy ilyen, <laughs> ilyen ezeket elkövesse, ezeket a hibákat, de én azt gondolom, hogy kellnek pofonok ahhoz, hogy azokból ugyan, utána, utána tudjunk építkezni. A, ugye ezek mind úszós versenyek voltak, amikről eddig Ezek akkor csak úszós, részt. igen. Hogy mászott be a féder az életedbe? Hú, uh, ez egy nagyon nagy... Azok, ő... hat évesen úgy fogta a hat kilós pontja. én mindig féderezgettem, <laughs> szóval azt le kell szögezni, amióta van bot Magyarországon, én azóta nagyjából féderezgettem, de csak hobbi szinten. De ha tényleg nem volt soha verseny, gondoltam, bocsánat, hobbi verseken mindig is indultam féderverseken, akkor Hát most már azt mondanám, hogy féder, de akkor nem volt még metód, hanem ezek a bordás kosorak voltak, amiket tömködni kellett. Ak és visszaakasztottátok bele a horgot? Állandóan, persze, aha. persze, ja. hát az nagyon nagy izé hát volt. Még és akkor még, volt. Még, még kicsit rá is tömtünk, aha, hogy úgy eltűnjön benne. Aha. Azért gondolom, hogy metódnak definiálnám, aha. de nem az aha. volt. És ezekkel ezek a kisebb verseken én mindig indultam, nagyon szerettem egyébként, mert ugye ez mindig a pontyozásról szólt, ezeket mm -hmm. imádtam. Nagyon jó voltak a pontyokkal, a light fader botokkal kardozni, de soha nem volt bennem olyan gondolat, hogy én Magyar Bajnokságon ugye Én már majdnem ezt a, ez a kis versek, ezeket a félreborítózásokat, mikor úgymond átváltottam a Magyar Bajnoki kategóriáját, kicsit a háttérbe szóltak, hmm. sőt, nem kicsit, hanem teljesen. Jött ott mind, minden erőm, az úszózásra koncentráltam. Hobbi szinten, azaz, mit tudom én, egész évben a 365 napból azért egy 50-60 napokat biztosan féderezgettem, de csak hobbi szinten a saját magam szórakoztatására, és élveztem, élve, nagyon élveztem. Az amikor volt ez a nagyon rossz korszakom, akkor szinte csak fédereztem. Szóval akkor, akkor én csak fédereztem, mert én csak a 10-20 kilós halkat kergettem, úgy, aha, milyen fajtság nekem aha, edzeni nem aha. kell, a úszós bottal nekem az már megy, most aha. jöhet a féder. De ez nem, nem, verseny hanem én csak azt élvezem, és azt szeretném csinálni. Aha. De tehát most ez lényegtelen. De mindig is féderezgettem, és akkor ez egy nagyon nagy vitákhoz, családi vitákhoz vezethető vissza az én féder versenykarrierem, mert azt hiszem anya volt az, anyapa, de most csak mindegy, hogy melyikük, szüleim azok azt mondták, hogy nekem el kell induljak féder versenyen is, felnőttek között, hogy akkor még nem volt utánpótlás féder mm. Versen, csak felnőtt. Anya, Úristen, hagyjatok már, akkor sokkal jobban tudtam ellenkezni, mint 9 évesen. 9 évesen is ellenkeztem, de nem ennyire. Itt nagyon, szóval itt nagyon. Itt minden, csúnya szó, nem csúnya szó, itt minden, minden, minden jött de hogy én biztos nem tiltakoztam, tiltakoztam, és, és, és szüleim bazd meg, beneveztek. Tudtam nélkül. Újra. Tudtam nélkül. Jó, csak itt az egy 9 éves gyereket benevezni, nem ugyanaz, mint a egy ugyanaz, 18 ugyanaz, mint a, 20, 20, 20, nem 19, tudom, 19 fogal, 20, 17, hogyha a hülye korszakodat uh, 2019-ben indultam. Aha. Uh -huh. 18-ban, nem tudom, 18-19. 17 éves gyerek. Valahol 18 igen. évesen, az nem emlékszem, összeszek, nem gondolkoztam. Most, hogy ez kéne pár perc, még ezt visszahatakozom, hogy mikor én utam, vagy mikor neveztek be. És ezt ilyen verseny előtt, azt hiszem, két vagy három héttel tudtam meg. Ezt ma mondogatok nekem egy évvel azelőtt is. és ott egy évig ment a vonal, hogy biztos nem, igen, nem, én mondtam, hogy biztosan nem, és beneveztek. De mi volt az érved a féder ellen, hogy nem, de, hogy is, hogy nekem semmi keresni van felnőtt mezőnybe. Én nem fogok oda menni, szintén szaráveretni veretni magamat. Ez olyan égő, hogy itt megnyertem a úszózásban, hogy nem az, hogy van nevem, de, ott, 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 már azért vannak sikereim, vannak van élvezet, van élmény, meg, eredmény, meg minden, és akkor úgy, most menjek oda a pofonokért. A és akkor a mész Erdély az meg ez. Hát, Mátyás, meg akkor Dömegábor is És Úristen, hogy hát ezek között én, biztos nem. én, én hát. is azt mondtam, <laughs> hogy nagy csáv. Konkrétan foggal körömmel küzdöttem, vagy küzdöttem azért, hogy én ezen nem indulok. Milyen, milyen hibázni, hogy egy ketrec harcoltál, mert akkor megküldenek valami. Ez jutóan gondolva ez egy nagyon-nagyon ijesztő sztori, igen. És mondom, két héttel a verseny előtt tudtam meg azt, hogy én hogy Indulsz. ezen, hogy ezen el fogok indulni, mert beneveztek, és innen nincs visszaút. És akkor nem is volt sokféle, ilyen szinten félrezgettem, addig két-három félrel volt, azok, nem voltak rosszak, de nem volt több. Horsók, azok már hagytak némi kívánni volt maguk után, de a azok hogy nem voltak rosszak, és elindultam. Velence-Tavon volt szintén az első, egyébként ez eddig nem is gondoltam bele, de tényleg az is ott volt az első. Velence-Tavon első félrel magyar bajnokságom már, mint nekem az első. Ez ott az evezős pálya ilyenkor? Vagy hol van ott a verseny? Az evezős pálya, a Szintén olyan volt a patkapacsa, nah, a patkapacsa. Nah, nah, Itt nah. Az ah. volt, nem az volt, vagy legalábbis nem azt horgáztam, a második bolya környékén horgáztam. Már rajtam kívül szinte mindenki fonodzsinorral, én akkor még nem is tudtam annak nagyon a funkcióját. A dobóelőkének használtam, ugye, mert azt is láttam a, a, kisebb versenyekről, ott is dobó, de hát az, hogy fonodzsinorral kéne keszegezni, hát ez nekem akkor még az, úr, ott meg, ott, ott, hallottam erről először, hogy fonodzsinorral horgásznak egyáltalán te, telibe, úgymond. A, igen, a, igen, igen. Csak igen. az van az orson, hát, ez nem is hallottam. És, ezek nélkül is úgy meglepődtem, hogy mikor beneveztek, elindultam, akkor ma ugye közben tetszett, hogy elkezdett tetszeni a gondolat, hogy úgy, de nem baj, kapok egy-két pofont, legalább megpróbáltam. Aha. Szóval nagyon nagy vita volt, ott nagyon kiborultam az első egy-két nap, de azért már tetszett a gondolat, és akkor azért nem köszöntem meg, de, de, de tetszett a gondolat, hogy, hogy indulok egy ilyen, egy ilyen versen, de majd jövőre úgy sem állt, hogy most úgyis azt na jó akkor itt befejeztem a futásomat egyelőre. Nem tartottam kizártnak, hogy majd később, de hogy. És ez a gondot egészen addig tartott, amíg nem csináltam három darab kettest, és, és csak úgy mert nagy nevek vettek el. Nyilván. Egyik a Dömegából, egyik nem passzám Sivák Mátyás, aki magyar bajnak is lett, meg egyik nem, nem tudom, kicsoda. Aha. És hát azt hogy lettem top 10 azt hiszem, vagy 11 vagy ilyen. Aha. Vagy top, szerintem nem voltam a top 10 de most csak mindegy, nagyon-nagyon hát, nagyon, nagyon nagy eredményt értem se, el. Valószínű. Én azt gondolom, igen, nagyon nagy eredményt értem el. Szóval, és, ott, és uh -huh. mondtam, úr, szen, Hát ezt nem gondoltam volna, hogy nekem ez egyetlen sikerülhet. Hogy ez... ez ilyenkor egyfordulós, Peti? Vagy ez szó, három, volt hát kettes. Három kettes kettes Mert, a, nem, úgy értem, hanem, hogy, de hogy egyszerre... E egyetapos egyetapos volt, egyetapos volt. Egyetapos akkor, egy akkor még egyetapos aha, volt. Tehát hogy nem az, hogy mint most a metodban vagy hogy így nem, 26 helyen nem, szétszedve. Ez egyetapos volt. És nincs elődöntő, meg... Semmi. itt azért volt, esélyem úgy mondtam, ez azt gondolom, hogy 8 fordulóban nem lett volna 2 ben aha, Itt aha. így volt, ott, 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 ott kaptam vissza sok segítséget, és olyan is, ott már ismertem nevek, ugye Tomival akkor már ismertük egymást, ezért uh -huh. kaptam segítséget, de nem olyan szoros, nem voltunk csapattársak. Vagy ismert, volt hátteret például? Csak szüleim. Aha. Szóval nem volt uh, profi hátterem, nem volt aha, szüleim aha, voltak aha, hátterek, aha. akik halakat tudtak számolni, de a csak is kizag én feleltem. És ez, ez végig így volt, nem azt mondom, hogy mai, mai napig, de igazából mai napig. Igen? Uh, úgy nincs, mögöttem, azt mondanám, hogy a világbajnokságokon igen. Ez ah, az, az, egy az másik más. kategória. Igen, igen, igen. Magyar verseken családtagjaim, akiket nem szeretnék degradálni, szóval értenek Nia a horgászathoz, de nem a horgász szakmai részéhez. Aha. Nagyon profi módon számolnak halakat. Én nagyon hálás vagyok a hugomnak, meg barátnőmnek, akik aha. kisek anyukám is ide tartozik, ő a halszámosban kevésbé profi, a két fiatalabbik csaj az, az kicsit profib, de, de a horgászok <síns> még részben mond, egyedül, egyedül vagyok a magyar bajnokságon. Egyébként nem, nem is baj. Ez a, a három-kettes ez azért volt, mert valami tutiba belenyúltál véletlenül, vagy az úszós tudást tudtad átkonvertálni fényerre? Mind a kettő. Szóval az úszós, tudás nagyon sokat segített, meg bele is, azt gondolom, hogy bele is nyújtam, szóval hogy minden összeállt azért, hogy én tíz szerepeljeket, hát három mm. darab, az úgy, Többen nem vakarták a fejüket, hogy azt így nem, nem, gondolták volna, hogy nekem így van esem, főleg a felszésemet elnézve, hogy nincsen semmi, hát úszósban már végre úgy lett felszerelésem, mm. meg ugye akkor már úgy jól láttam az úszó cuccokban, de hát semmi nem volt a féder, féder horgászathoz, szinte. És akkor itt most megint volt, Walter Tamásra tudnék visszacsatolni, aki itt ezen a ponton rendkívül sokat segített, talán itt tettünk igazán szoros viszonyba, és akkor kaptam tőle féderbotokat, ilyen emlékszem, szupernova mintákat kaptam tőle, még nem is voltak, tőle szupernova, mm. csak minták voltak. És akkor megkaptam tőle azokat, amiket előtte jó használt, de ugye neki már ott voltak a feliratos már, már nem prototípusok, mm. amik ugyanazok voltak. Megkaptam tőle azokat, kaptam hozzá orsókat, és akkor már láttam, hogy lát 8 botom, vagy 6-8 hat, hat, botom, és akkor onnantól kezdve úgy nagyon felfelé, nagyon megtetszett ez a fényezés. Ezt erre a versenyre, vagy ezután a ez után, után? Ezen a verseny, a sárba, Ezután után a verseny után. Itt Tomi, hogy húha. Igen, az, az a három 2 a kettes, azt akkor én is úgy, úgy, értékeltem már, hogy hogy Isten, mit értem el? Hát, Aha. Közben nem nagyon gondolkoztam, A versenyek közben sosem gondolkozok azon, hogy világbajnok lehetek, nem lehettek, magyar bajnok lehettek. Nincs ez a fejedben, Teljes mértékben csak a csak a fókusz pe a a következő gondolatokra, a következő döntésekre. Nincs bennem soha az, hogy hogy, hogy, mit élhetek el. Aha. Ez, ez, azt gondolom nem szabad, ez olyan az, hogy plusz nyomás lenne, fölösleges nyomás. I, igen, a legtöbb versenyző, meg a legtöbb bajnok ezt mondja, hogy, hogy, verseny közben nincs ez a fejében, csak én nézőként olyan nehezen tudom ezt elképzelni, amikor én így szétizgulom magam akármelyik versenyző, vagy a, akit itt szeretek. Én csak 2021-ben azt hiszem, amikor Fersztappen első világban, amikor a Hamilton igen. ellen, én is rettenetesen izgultam. Azt gondolom, sokkal jobban, mint ő. Legalábbis, legalábbis közben a kocsiban. Na ez az, igen. Ez hogy mindig más, belülül Ládán ülve, ilyenkor nem ezeken gondolkozik Aha. az ember. Szerintem ez más sportban semmi. szóval hogy közben úsz, úsz, úszik bárki, nem, akaz, nem, nem azért uh, úszik, hogy ő most. Tudod, hogy világbajok lehet, de nem erre gondoltam, nem arra, hogy minden erejét adja. De az nem feltétlenül jó, mert ez egy fizikális sport, ez meg, mint mondtam, Mi inkább más mentális igen, sport. Igen, szóval kicsit kicsit nem, nem volt jó példa. De értelek. nem a lényeg volt erre beszélgettél te valaha arról, hogy amikor ott ültél a szállás mellett a Patkán Szlovéniában, annak milyen íve lett később? Pásztor rá, igen, vagy akkor, amikor így hogy is fogalmazok, amikor ő mondott nekem valami bölcsességet, én nem feltétlenül uh, fogadtam elsőre meg. Hát a telsőnek, neki is mondtam, ha jól emlékszem, vagy hát úgy, úgy csak mondom, körösek, hogy, hogy de úgy lenni, de hogy leszek én felfelt világbajnokságokon én nem, nem, nekem nem lesz annyi lehetőségem. Akkor azt úgy értem, meg, az az egy lehetőségem, az az egy lövésem. És akkor ő már mondta, hogy nem, és akkor ez ezt nem hittem el. És akkor ez, ez így, amikor így voltak, azóta ugyan most már így. így, így, így komolyabb szinteken, amikor beszélgettünk tök mindegy miről, és ő, 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 mondott egy állítást, és én nem értettem vele egyet, akkor és utána megint lett, akkor mondtam, hát Tomi fél, csak én most itt nem tudom, <coughs> 2012-re, de pont ugyanaz történt, szóval <coughs> te, te megmondtad, nem hittem el, és igazad lett. <coughs> szóval párszor visszacsatoltunk, komolyabban úgy igazán nagyon nem Áll. nagyon beszélgettünk róla, de, de nyilván szerintem erre mindketten emlékszünk, én legalábbis biztos, és azt gondolom, hogy ő is. Azok nagyon megalapoztak a karriermet, mint ahogy, ahogy mondtam. Visszatérve a Fader versenyzésre, szólt. az a 3 2 azt nagyon durván éltem meg, pozitív értelemben, nagyon boldog voltam, és hát akkor az utólag megköszöntem anyáiknak, hogy hát anya, fia, csak <laughs> nagyon tiltakoztam. <laughs> nagyon tiltakoztam. Hashtag verekedésig nem folyt a történet, de, a, de addig minden történt, Aha. és hát, és hát igazatok lett. Igazatok lett. Ennyit a következőn is, meg a következőn is, meg a következőn is. Azt hiszem a másikat, vagy nem, a harmadik neki futása meg is nyertem. 2000 ban megnyertem az elsőt, és hát onnantól kezdve az, hogy én felnőtt magyar bajnok lettem ilyen mezőnyben, mint az előbb említett nevek, nevek között, Hát az, az azt gondolom, hogy egyébként a mai napig csodás, szóval, hogy 2023-ban is és magyar bajnok lettem, ugye tavaly, ugyanezek a nevek között, és ezek, ezek olyan sikerek, amiket uh, azt gondolom, hogy ezeket nagyon helyén kell kezelni. Ezek, ezeket, uh, ezeket, elérni, főleg ilyen fiatalon. Hát igen. És egyébként a jelen pillanatban ugye három szakákban versenyzel. Ugye úszózol, U25-ben, úszóz, féderezel, metód féderezel, és féderben még U25-ben is mész. Most, tavaly lett uh, ugye ez a kategória. Ja. Előtte U20 volt, amiben én pont kérgettem, 21 éves voltam. <laughs> uh, most most már U25, ezért befértem ide. Igen, de ez, én három kategóriának veszem metód, hosszalőke és úszózás. Melyiket tartod? A, mi egyszer az Ivánnal itt azt mondtuk, hogy a, a féder szakág az a, a, a horgász forma egyje, hogy az a király kategória. a sát, ne a hosszú a, és féder. Nem, ugye... A, a ezt a rakosbot a, a szokták mondani. Na de ezt akarom kérdezni, mondta, hogy, hogy igazából a forma mondasz. egy az a csónakos Jó, pergetés. igen, mert az a technikai Á, Há, sport. Hát, mindenki kicsit mondja <laughs> a saját jelést, hogy mindenki... Hát igen, a, oh, igen meg a ugye ott a csónakok miatt. Az, 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 igen, értelemben is, mert mennek százal a vizet, szóval most már... De a technika meg minden... Igen, technikai egyébként azt gondolom az, a módszerben az úszózás. Az, tekint, azt szerintem az a te... forma egy. Nem feltétlenül mondom, az az igény a legnagyobb tudást. De ugye uh -huh. vannak viták, és nem, nem tudom kinek van igaza. Én nem foglalok állást Nem, nehéz lehet meg. Igen, én ebben Igen. nem foglalok állást. Teljesen más a kettő, teljesen más a, kettő, teljesen más a kettő Én azt gondolom, mind a kettő nehéz. Ettől a metód nagyon elmarad. Én azt gondolom, szóval... A, ah, ez érdekes. azt mondom, hogy nagyon aha, könnyű, de az, aha. az egy leegyszerűsített aha. módszer. Vannak barátok, akik úgy terrorista módszer, mert, mert ott, 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 ott a sikeresség arány az az, hogy 10 halból megfogok 9-et. Aha, igen, egy igen. Hosszú, Az, ez nem ez az arány. Az úszozásnál sem ez az arány. Az úszózásnál, ha például cél, akkor örülök, a 10-ből párat megfogunk, tudod. A, bocs, a 10 halból megfogok 9-et, az az ott lévő 10 halból 9-et, vagy 10 kapásból 9-et? Ott jön. lévő 10 halból. Aha. Szóval annak a hat, hatásfokkal, annak a módszernek brutális. És ez miatt kicsit egy Aha. Um, én nekem a fő szakágom az egyértelműen most már hosszú és féderezés lett, köszönhetem anyáiknak, <laughs> um, és nagyon háttérbe az úszhozás. Mm, sajnos, nem sajnos, um, alapvetően sajnos, mert szeretem, uh -huh. szóval továbbra is a szerelem az úszózás felé megvan, uh -huh. szeretem, de rendkívül időgényes uh, szakág, szóval nagyon sokat kellett készülni, Um, szerelgetni, guhizni aha, a rakósbotot, matchbotokat összelőni. nagyon-nagyon-nagyon időigényes, míg a féder sokkal kevésbé időigényes, kicsit talán nagyobb is a hatásoka, uh -huh. mint az úszozásnak. Főleg, ha az időjárási könyveket veszünk, akkor még a szélbe az kicsit megöli az úszós horgászatot, míg a féder horgászatot nem, uh -huh. vagy nem annyira, inkább uh -huh. itt tudnék fogalmazni. Um, és ez miatt tudjuk, kicsit jobban megszerettem a, a hosszúk és féderezést. És, 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 nagyon jöttek az eredmények. Szóval uh -huh. azt be kellett látni, hogy 5-6 próbálkozásból van három féder magyar címem, azért az ember már csak akkor is beleszerelmesedik, hogyha egyébként nem is szerette előtte a szakágat. Igen, is ráadásul egy olyan mezőnyben, ahol azért... Ez... Egy rendkívül erős mezőnyben, egy brutális <laughs> mezőnyben. Szóval... VB szinten a hosszú és féder VB, az hogy viszonyul az úszós VB-hez? Még mindig az úszós nemzetközileg a nagyobb szám? Ez erre egyértelműen igen a válasz, de szerintem ez a határ ez egyre jobban közeledik hmm. egymáshoz. Ez a, ez, a határ ez kezd elmosódni, de azért azt gondolom, hogy igen. ilyen értékben nem tudom mekkora. Ha rendvonalakat nézzünk, akkor be fogja érni a számításait szerint. Igen, én, én a metódra vagyok nagyon kíváncsi, hogy az ugye Magyarországon láthatjuk a, levező nevező számból, hogy az milyen sikeres. Mi lesz nemzetközi szinten a metodozásból, mert Hát én azt gondolom, hogy előbb utóbb követni fogja a hazai példát már, mint itt a, itt a induló hmm. számát illetően. Lehet, előbb-utóbb azt fog érni, rövid időn belül lehet, az fog érni a legnagyobb PR értékkel, de hogy nem, nem is azt mondom, hogy nem azt lesz a legnehezebb megnyerni, de hogy nem a. Oda majd lehet nagyobb szerencsefaktor kell, Aha. hogy valaki azt megnyerje ilyen sok indulóból, mint egy úszó, úszó, úszózást. Az úszózásban ott azért van egy pár ember, akinek sokkal nagyobb esélye van, mint a többinek egy metodozásban, ez, ez pár év múlva szerintem nem így lesz. Amikor majd ott lesz 200-300 induló mondjuk, mert én látom uh -huh. magam mert azt, hogy ott lesz rettentő sok induló. Mert hogy nem lehet annyira kiemelkedni technikai vagy szakmai tudással, hanem... Nem szeretném degradálni a metodozással, ezt, uh -huh. ezt azért szögezzük le. De ott szerencsével, egy kicsit, kicsit nagyobb szerencsével bárki odaérhet. Uh -huh. egy, egy úszózásba, én azt gondolom szinte egyáltalán nem, uh -huh a és fédelezésben, ott, ott, ott mond a kettő között. Aha, aha. Ott, ott, ott vala, az a kettő között helyezkedik el, szerintem, de ez csak az én véleményem, ez, ez, a saját álláspontom, nem biztos, hogy ez így van, én ezt így látom. Uh -huh. De mondom, kíváncsi ezek például a metód, hova fogja kinőni magát nemzetközi szinten, mert hogy ettől sokkal nehezebb lesz, mint ami eddig volt, az teljesen biztos. Sokkal több indulóval, sokkal több országgal. Én azt gondolom, hogy ezt a, ugye most úgy van 4 plusz 1 fő a, uh -huh. a vállalatot kerettag. Ezt fő fogják venni, szerintem 5 plusz mint a nagy vb Azért már már plusz pár induló, és hát iszonyat mennyiségű metodás van a világon. Igen, már hogy gondolom, máshol is ugyanennyire népszerű, mint Magyarországon, csak máshol nem csinálnak belőle még országos bajnokságokat feltétlenül, ugye? Hát ez úgy keltű dolog. Szóval hát. ez volt a harmadik, Igen. most lesz a negyedik, ja. ez majd szerintem két-három év kell még neki, és el fogunk kéni rekordszámokhoz. Igen. Ugye rólad azt mondják, hogy te minden részében erős vagy a orgásznak, tehát necizni kell, akkor a snecizés a nagy hal, akkor nagy hal, uh, tehát azt, azt, mondta rólad más versenyző, hogy nincs igazán gyengéd. Mi az, ami viszont szerinted leginkább az erősséged? Hát én ezt nem így a halakra le. Ez leginkább a, 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 mentális dolgokra. Szóval, hogy ki zárni olyan külső tényezőket, amik, uh, amik, amik befolyásolhatnák a versenyt negatív irányban. mondok egy legegyszerűbb példát szerintem. Uh, reggel a sorsás. Egy nagyon meghatározó része a versenyzésnek, főleg bizonyos ö, helyszíneken. Nagyon sok horgász idegeskedik azon, versenyző horgász idegeskedik azon, úristen, mit húztam, mi lesz ebből, ez nagyon rossz helyén, én, én, én ezt nem akartam, meg, meg, meg teljesen... Vannak olyanok, akik idegrancs közel állapotba kerülnek, hogyha húznak egy rossz helyet, és már akkor eltemeti a versét, mikor kiúzta egy, de még oda sem ment a helyre. Uh -huh. És ez olyan szintű gátat jelent az eredményben, Én azt gondolom, hogy egész végig ezen rágódik verseny közben is, hogy, hogy meghatározza majd az eredményét, nyilván nem pozitív irányban. Én például ebben azt gondolom, jó vagyok. Szerintem szóval ki tudok zárni mentálisan külsős dolgokat, amiket ki kell zárni ahhoz, azt gondolom, hogy te csak és kizárólag a verseny koncentrálok. Én amiben te viszonylag azt gondolom erős vagyok, az az, hogy tényleg csak és kizárólag a fókusz az a horgászaton van, az az öt órás horgászaton. Előtt utána kell máson gondolkozni, de abban az öt órában csak és kizárólag én, a ládám, a botom és a halak vannak. Nem szóval... mint az agára nyúlra így csak annyi. Igen, ez egy, azt mondja, ez egy jó példa, igen, <coughs> hogy tényleg nincs más ott egy burokban ülök, egy, 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 körülöttem egy burokban ülök, vagyok én, meg a halak, és akkor ebből hozunk a legtöbbet. Ez, ez lehet, egy lehetőség, példa volt, van még ezer meg egy. Nem nézem azt, hogy te milyen harra kell horgászni. Horgászok arra, arra amiből a leg, amiben a legnagyobb potenciát látom. Nem de ezt te már tudod előre? Hogy hát ezért vannak a, 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 felkészülés. a felkészülési, aha, napok, aha. az edzésnapok. Ezeket nekünk ki kell tudnunk kísértezni versenyhorgászoknak, szóval hmm, nem vetlenül hmm. van sok nap azért mondhatjuk azt, hogy sok, főleg az ember még nem egy olyan szorgalomból előtt, akkor mm. meg pláne én, én, én erre egyre jobban rászoktam, nem biztos, hogy jól teszem, ezek egyébként fél tudják vinni az embert, mm. de, de a... igyekszem, csak a lényeget leszűrni ezekből de lesz az a De Az, hogy amikor a verseny előtti tehát a tréning előtti héten te lemész, az azért tud félrevinni, mert egy szűz pályán tökéletes van, haval, mint Tart egy feletettetlen. Nincs, nincs nyomás a, a aha, vízen. Aha. Nincs nyomás a vízen, teljesen más arcát tudja mutatni a víz, amiben utána majd visszagondolok ezekre a gondolatokra mm. a versenyhéten, és nem lesznek relevánsak. Én ilyen, ilyenkor mostanában megtanultam azt, hogy azért járjak le ilyen, ilyen helyekre egyedül, sokkal több halat fogok, mint, 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 mint a, 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 a hivatalos tréningeken, vagy mint a verseny. És láttam a tónak azon arcát, hogy ebbe milyen hal van, milyen összetétel, hogy a, mm. a halfa milyen összetétel van, hal összetétel van, és a, e, alapvetően mennyi hal van egy vízbe, szóval föl lehet jól, tök jól mérni, és több halra, például etetőanyagot tök jól lehet kísértezni egyedül is, mm -hmm. mert amit egyedül megeszik, azt már valószínűleg meg fog a verseny is. Nyilván vannak kivételek, mm -hmm. mert néha finomítani kell a nyomás miatt, de alapvetően egy egy, egy, egy vizen, milyen etetőanyagot dobunk, azt ki lehet kísértezni egyedül is. Az nem kell versenyszituáció. Amit megevett nekem egyedül 100 halra egy vizen, azt meg ugyanaz, ugyanaz, ugyanazokra a halakra horgászok akkor is, amikor még csak 20 darabot kell majd belőle fogni. Attól még a hal ízlése nem fog változni. De viszont fel tud vinni azt, hogy én mennyit akarok fogni. Szóval, hogy amikor uh -huh. kitűzöm magamnak egy verseny célt, az, hogy én itt nem voltam egyedül, fogtam 106, na jó, akkor fogja csak 90, de már jól leszek, nem reális cél. Uh -huh. És, és ez alapján nem határozhatom meg az etetésemet sem, úgyhogy én most 93 ra retetek. Szóval ott, 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 ezeket a dolgokat nulláról kell kezdeni. Mm. Mert különben csak félrevisznek, hogy abból indul ki, hogy mi voltam, amikor egyedül voltam. Vannak szerinted ilyen olyan etetőanyagok vagy csalik, amik kiemelkednek a tehát van -e egy csoda, csali vagy csoda etetőanyag? E, igen, szóval jó, hogy így kérdezed, mert a kiemelkedő azt gondolom, hogy kiemelkedők azért úgy vannak, vagy vannak nagyon jók, inkább talán ez a jó pontos megfogalmazása. Cs én mindig azt mondom, csoda, meg tuti, meg ezek a ezek a, ezek a szavak nem léteznek a horgászatban. Szóval a, a csoda csoda etetőanyagot én azt mondanám, hogy csoda technika. Meg a, a tuti az nem tuti etetőanyag, tuti csali, hanem tuti technika. Aha. Szóval ez a horgászat, ez ez a gyakorlottságról, a, a képzettségről szól, mind fejben, mind technikailag. Nem a, nem a, gyártokon múlik egy, egy horgásznak a sikeressége, szinte, szinte, soha. Szóval tényleg az a horgászon múlik, meg az ő döntésein, az ő edzés, és még egyet visszacsatolva az előző kérdésre, amikor kezdtem, hogy miben vagyok, még azt gondolom erős, amiben én viszont azt gondolom erős vagyok, vagy beszélgettem el ezekre másokról, azok az edzések, hogy én nagyon komolyan veszem őket, és, és nekem olyan is abban az a versenyedzés 5 órájában is, amikor egyébként néha kitolok saját magamtól 8 mert még ott vagyok a vízpaton, és még orgászok föl, hogyha nem vagyok, úgy érzem, hogy még nem vagyok előnyben, vagy, nem, vagy hátrányban vagyok pontosabban, akkor én képes vagyok még ott majdnem egy dupla napot rátolni arra az öt órára, még egy órát, ha van lehetőségem. Mert tényleg szeretnék maximálisan úgy oda az első verseny a első órájára, hogy én felkészültem, tudom, mi fog történni. Nyilván nem mindig sikerül, de a célom az az, hogy maximálisan felkészüljek egy vízre, hogyha ott van egy verseny. És azt gondolom, ebben még úgy ez az erősségeim közé tartozik, biztosan nem a hátrányaim közé. De de tuti és csoda nincs. Itt most két dolog is eszembe jutott erről. Az egyik, hogy a, egyszer az Ivánnal, a, a Szabó nek azt mondtuk szerintem, hogy lehet még az Álmossal, hogy ti olyanok vagytok a világhorgás sportjában, a Ronaldo, mint a Ronaldo Messi. meg a Messi, hogy ő a, a, végtelen sok szorgalommal felért a csúcsra, te meg az ős tehetség ö, vagy, de most rájöttem, hogy te is Ronaldo vagy, mert <laughs> baszus, a, te is ott maradsz még egy A, a sem csemmád az, az a én, Nem, igen, meg nyilván én őt Én most általánosságban isem. beszélnék. Um, nem magamról. De azt gondolom, hogy tök mindegy, milyen sportban van egy tehetség, azt a tehetséget tudni kell kezelni, és arra, és, a, és arra azt a tehetséget azt ki kell hozni egy igen, emberből. Igen. Én, ezt, én ezt mindig is így voltam magam. Nem tudom, milyen tehetséges most, nem szeretném ezt most definiálni, vagy ezt. Hát ezt, ennek ezt nem nagyon van ezt ilyen. És Igen, száma, azért, mert ezt sosem mentem bele, engem ez nem érdekel. Nekem én tudok, amit tudok, és én magamból kiszedem hozni a maximumot, és hogyha én ezt úgy hozom ki, hogy egy, nap, egy, egy évben 200 napot horgászok, egyébként a legtöbb, ami volt, az 311 nap volt 2019-ben, az nagyon <laughs> Az biztosan... Ne csináld, az 311. 311, az biztosan több volt, mint oh, amire, ja, am, ami kellett volna, hogy legyen, mert Aha. az a kicsit már kontraproduktív Aha. volt. Nem, nem, a, nem, technikailag, meg nem... nem nem, nem horgásztudás ügyileg, uh -huh. hanem a kiégés szempontjából. Aha. Szóval azért 311 nap, olyan nap után, amikor nem csak lementem, az dobáltam a Dunán egy órát, tudod, Wobblerrel, vagy, e, vagy márnáztam egy órácsot, hanem versére, a reggel kipakol, este összeszed, teljes feszre és hat bottal, vagy öt tettek, mindegy, az egy e, a kicsit átestem való Nagyon sokat köszöntek neki, tudásügyi Aztán szóval a horgászatról Aha. alkotott képem az ott, az, ott, az ott nagyon megváltozott, vagy nagyon, nagyon sokat tanultam a horgászatról viszont elveszett egy kicsit a varázsa Aha. abban az évben, és ezt nem mondom a mai napig kiad, de úgy azért. Ezt akartam amúgy már kérdezni, hogy ennyi versenyzés, és ennyi felkészülés, és amúgy ennyi, arról még nem is beszéltünk, mert lehet, hogy nem is lesz rá időnk, tesztelés, termékfejlesztés, stb. stb. Hogy így hol van, honnan jön be még bármilyen motiváció, hogy reggel felkelj, és megint megfogd a bodzsákot? Ez egy évvégén sajnos, nagyon sajnos el tud veszni. Szóval Aha. Az évvégén um, akik így közel állnak hozzám, azok tudják, hogy én már nagyon elfáradok a versenyszázom szóval uh -huh. végére, főleg mentálisan. Üm, nem mondom, hogy kiégek, de, de ilyen novemberben, vagy vagy teljesen mindegy mikor, uh -huh. nem vesztem a motivációt, szóval nem leszek... Nem mondod azt, hogy soha többé nem horgászom? Igen, ilyen, ilyen nincsen, de már nagyon várom a, a karácsony, az új Aha. évet, ott Aha. Azt, a, azt a családdal töltött időszakot nekem. Én nem voltam nem tudom hány vagy igazán nyaralni, szóval most egy-két napokra voltam, de uh -huh. nem voltam tíz napig nyaralni, vagy nyolc napig egy, egy nyári szezonban, de még egyébként nagyon télen se. Uh -huh. De ha valamikor tudnék, az tél. És ez egy picit úgy hiányzik, tudod, hogy, hogy úgy nyáron kikapcsolódjak, lazuljak, az még hagyjam, hogy barátokkal, de csak a családdal vagy barátokkal, uh -huh. teljesen mindegy kivel. Kis időt tört, csak ami nem horgászat, De úgy lenne szükségem uh -huh. nyáron, de nem tud lenni, mert ahogy mondtad, három szakákba indulok, eze, ezek mellett, ennyi verseny mellett ez, ez nem adatik meg, nyilván ez az én saját döntésem, én ezt döntöttem, ezt választottam, és nagyon szóval ha ez ugyanígy kezdeném, ezt ugyanígy csinálnám. Uh -huh. Most is azt mondom, hogy horgász ember szeretnék lenni, amíg élek, de, de el lehet nagyon fáradni fejben, szóval elhiszem. fel tudok tud, tud, tud úgy kelni, hogy ú, mint, úgy érzem magamat, mint egy 80 éves ember, és ez most olyan mondom, Igen, hogy elhiszem. be tudom 80 éves emberekben, ez, ez több gáz 20 évesen, de, de ez így ez évvégére megvan. <laughs> a másik, ami eszembe jutott az előbb, mondtam, hogy két dolog, a másik, hogy pont a Walter Tomi mondta egy interjújában, hogy a legjobb idő vagy kor, a horgász versenysportban az a 30-40 közötti, ugye? vagy 35-45 azt valahogy mondta, így. hogy egy nagyon fit 40-es talán így, az a legveszélyesebb. Mert hogy a, ugye ott már megvan a rengeteg van, a... tapasztalat, de még van, van erő, még nem fáradt A gyorsaság, meg igen, precizitás. Igen. Na most itt nálad ez egy picit egy 20 évvel előbb eljött, az a rengeteg tapasztalat, amire ő akkor gondolt, hogy 40 évesen van, meg neked meg lett 20 éves korodra. Én volós, azt gondolom, sokkal többet horgászok, mint a korombeliek, szóval picit, nem tapasztalat. Tartam. Szerintem a, azt, a gondolom, azt gondolom, hogy van. embernél többet horgászol a világon. Egyébként most már nem szól. volt az a 311, én azóta nem volt egyszer se 300, én azt gondolom, hogy ilyen 200 legelejéket horgászom. Kettő, kettő, 50 között. De abból 150 az verseny nap. Ez rengeteg hát nem, nem tudom, hogy mennyi, rendes, Tec, de renge, ság, 100, száz sok igen, az verseny. Igen, igen. igen, rengeteg igen. Szóval, e, sok, és ez igen, szóval verseny tapasztalat, nem csak egy egy hobbipetsz tapasztalat, hanem verseny tapasztalat. Még viszont nagyon fit vagy fit vagyok, mondjuk volt egy kis megbicsaklásom ennek az évnek a legelején, amikor nem voltam annyira fit, mert értek kis műhelyi baleset, úgymond nem horgáztattak a kapcsolatba, de, de igen, hogy is fogalmazzak, megpróbáltam kicsit még fittebb lenni, hogy aha. hogy a versenyszezont, minden versenyszezont én úgy kezdek meg, hogy tényleg picit lepukkadok, ugye, aha. mert a fizikai aktivitásom csökken, megpróbáltam kicsit Edzőtelöm fizikailag, ilyesmi. hát ja, hasonló, igen, aha, és, aha és én nem gondoltam, hogy átesek a ló de az orvosok szerint sikerült, legalábbis az én esetemben, és, és kicsit, hogy is, hogy is fogalmazok, egy pár infúzió kelt belém, mire helyre pofosztak, oh. szóval egy kicsit elvesztettem a testem fölti kontrollt, mm. vagy uralmat, ez mindez azért volt, hogy egy kicsit Aha. nagyobb legyen az állóképesség. Nem sikerült, ebből is legalább tanultam, nem lett semmi komolyabb bajom, de azt a két-három napot voltam kórházban, nem, mindegy, túléltem megismerted a határt. Akkor hát szépen. megismertem az én határomat, aha. és ebben megtudtam, hogy a fizikai határaim, például egy edzőteremben teljesen mások, mint másnak, és ez... Aha. Már, ja, hát igen, nyilván. Az én izmaim nem bírnak egy bizonyos olyan mozgást, ami, ami egy, egy, izomcsoportra összpontosul. Aha. Én megelmeltek egy nap egy tonnát, de nem csináltok egy bizonyos mozgást, ami egy izomcsoportra ez összpontosít nagyon sokáig, mert erején az én szeretetem hajlamos úgymond begyulladni, aha, és akkor aha. ilyen az izom önpusztítás jön, vagy tud bekövetkezni. Mindegy, ezt most hagyjuk kiszóval szóval megismerem a fizikai határaimat, de igen, nagy, azt gondolom, vissza van egy nagyobb tapasztalatom, mm. a korom beliekhez képest legalábbis Igen. azt gondolom, hogy kicsit nagyobb, ez mind, mind azért van, mert kicsit több lehetőségem volt uh, horgászni, meg kihagytam a bulizós korszakomat, az igazán nagy csajozós korszakomat én kihagytam, szóval nekem ezek nem voltak. Aki ismer, azt tudja, hogy én csajozni, meg úgy bulizni, meg úgy iszogatni, eljárni, én soha antialkoholista vagyok, szóval én, egyébben nem iszok ennyi alkoholt. Uh, és én ezeket mind, mindet E, amit időt ezekbe beölhettem volna, én ezt mindent a horgászatba öltem bele, és a tapasztalat, uh, tapasztalati, tap, megszerzett tapasztalat, talán ezért kicsit többek, vagy több, több, több mint másoknak. A sárkoromban ilyek, mert most egy 40 éves ember nem akarom magamat összehasonlítani, mert nyilván, van 20 év előny, meg? persze. Viszont, uh, viszont még kellően fit vagyok, 23 uh -huh. évesen, azért csak kijelentettem, hogy kellően fit vagyok ahhoz, hogy, hogy labdába rúgjak a idősebb, tapasztaltabb emberekkel, mert hát azért mondjuk egy hat között, már 60 pár éves egyetilával tapasztalatban nem akarom magamat összemérni, mert nagyon alul maradnék, viszont, viszont nekem előnyöm az, hogy 23 éves vagyok, Igen. és, és azért a, egy, jobban talán fizikailag nem visel annyira meg engem egy, egy, egy 40 fokos nyári hőség Aha. egy héten keresztül, vagy nem, nem tudom, hogy mennyire viseli meg, ma szeretnék én ilyen lenni 60 pár évesen, mint ő, Igen. azért ezt is szeretném leszögezni, de jelenleg előnyöm az, hogy van egy pár év, a, a nagyon vagy pár év van a nagyon tapasztaltakkal szemben, mm. ami, a, ami a fizikumot jelenti, ez már előbb-utóbb az elmúlik. Hát igen. A, amikor az úszós vébézést elengedted a Fébder vébézés kedvéért. Ezt a tavaly évről beszélünk. Igen. Mert egy, egy, ilyen év volt, az a, az a 2023 volt, ez nem pont így történt hanem ez úgy volt, hogy ott volt 7-7 zsinórba, és ez biztos valaminek a rovására ment volna. Nem tudom, hogy pontosan az úszós VB, a Feder VB mm. rovására ment volna, de valaminek valami a rovására ment. És a 7-7 közepén pont az úszós világbajnonságát, ami utána um, Egyébként igen, ott azt hiszem a két VB volt egymást követően, mm. és hát azért felnőttek közt uh, VB szereplés, azért az az nem U25-ös VB szerep, és hozzáteszem, nem szeretném degradálni azt sem, szóval az egy nagyon nagy szó U25-ös VB-n másik kávéház, na. Másik kávéház, nem. És, és mérlegeltem, és sajnos nagyon-nagyon-nagyon rossz érzéssel le kellett mondanom az U25-ös mm. uh, nagyon rossz érzés volt, szóval az ott konkrétan nem mondom, hogy mély depresszióba küldött, de oda azért szintén okozott álmatlan éjszakákat, hogy le kell mondanom egy VB-t. Az, az olyan rossz érzés volt, hogy Kivívtam magamnak, ott voltam a, a magyar bajnokságon. Megadták a tiszteletet, a bizalmat, hogy be is válogattak az utazókeretekbe, és, és nem indulhatok, úgymond cserben hagyom a, a csapatot. De nem tudtam másra, én meg meg másokat hagytam volna cserben azáltal, hogy hiába lehet, hogy ott vagyok fizikálisan, de már, mm -hmm. de már fizik, de, vagy, fizikás ott vagyok, de a fizikumon meg már leépült volna 7-7 versenyzést követően. Sajnos néha áldozni kell. Az egész horgászat, azt gondolom, az ember 311 napot horgászik, főleg 18 éves, akkor az nagyon nagy áldozatokkal jár. De már most áldozom áldoznom kellett egy világbajnokságot is azért, hogy a többi verseny jól sikerüljön, ez az úszatás világbajnokság volt. Remélem, hogy több ilyen nem lesz. Ha az is úgy van, hogy nincs 7-7 verseny egymás után, ak akkor nem mondtam volna le. Mm. De ez senki senkit nem lehet hibáztatni, szóval ez az én döntésem, hogy három szakákba indulok. Még mm. is nagyon hálás lettek, hogy a verseny MOSZ az utóbbi években sikerült úgy összeállítani, hogy nem, nem kellett ilyen döntéseket hoznom. Tavaly is lehetővé tették, hogy elinduljak, mert nem volt rajta másik verseny, de egyszerűen fizikai okok miatt le kellett mondanom meg, különben teljes mértékben elveszettem volna a kontrollt, mint fejben, mentálisan, mind fizikálisan, mindenhol. Ez nagyon sok. Ha még gyorsan térjünk rá arra, hogy például tegnap pont terméktesztelni voltál fejlesztés. Nem? É, igen. Ennek ez, ez úgymond a munkám része. A hivatalos munkám része. Én ezt, én alapvetően nagyon szeretem. Ezt, ezt úgy, mi szeretjük. Ilyenkor szóval... botot, orsót, etetőanyagot csalít. Mit te? Ami ez úgy értek, vagy egy kicsit konyítok, a, 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 ahhoz próbálok hozzászólni. hogy Nyilván, ez nem értek, abban, abban nem, nem, nem tudok részt venni, mondjuk egy botnak a tesztelésében. Nem, nem tudom, mik az elvárások én azokhoz szeretnék, meg azokban szeretek részt venni, meg tudok részt venni, amihez értek. milyen szerinted egy jó féderbot? Hát ez, ezt, nem tudom elmondani. Szóval. Okay, akkor közelítsük a, Attól függ, hogy mire használat hát, tudod. Hogyan, mit érzek, mi az az érzés, amit én a féderbot használat közben érzek, és az azért került bele, mert te fejlesztetted azt a botot? Hát az, ez, a kérdés is még nem elég konkrét ahhoz, hogy ezt meg tudjam neked mondani, hogy egy botot mindig úgy kell választani a körülményekhez képest, hogy milyen halra horgászol, milyen távra horgászol. Mikor horgászol, most mondok két egyszerű példát, horgászol, hogy ma ilyen 30 méterre, a dobás nem számít, mert 30 méterre kis túlzás alulról is bedobsz, nyilván nem, de hogy most uh -huh. nagyon egyszerű. Uh, ott nem számít a dobás, viszont ott minden áron számít a halnak a megkifogása, a megfogása, a biztonságos uh, szágba terelése a halnak. Egy ilyen helyzetben az ember áll össze a botjából a dobáson. Szóval nem kellnek annyira feszes botok, Aha. mert nem kell bedobni a 60 méterre az, a, a, nem kell bedobni 60 méterre a végszereléket, hanem elég bedobni 25-30 méterre, vagy akár 15-re, sőt, majd nem tudni lenni, ez még 5-6 méter is. Viszont meg kell fogni a halat, akár nagyon lágy, úgymond taknyos botokkal is horgázhat, mert ami vízi görbű, annál jobb, mert biztonságosabban halnak a kifárasztása. Viszont mondjuk ott vagyunk egy látóképen, ahol szintén pontyozunk, mondjuk 65 méterre, ott már muszáj áldoznunk valami ennyit a halnak a biztonságos megfogásán, ami most itt nagyon pici számokról beszélünk, szóval nem úgy kell kezdeni, hogy most választom egy olyan durunk botot, mint egy seprűnyér, és minden halam elmegy, hanem csak egy kicsit feszesebb botot, inkább ez a jó, szó, hogy feszesebb botot, amivel a dobásnak a úgymond a dobásra van kihegyezve, nagyon jól lehet vele dobni, de kellőképpen lágy ahhoz, hogy én biztonságosan megfogjam a halaimat. De nyilván nem egy matyi lógatós bot. De, hogyha a jövőre szeretnék egy olyan botot venni, aminek a fejlesztésében te részt vettél, akkor a Széria kell keresnem. Csak a... Te, te, csak abban mondtál, hogy nem é, dolgozol. Ja, hát de, csak az egy, ugye, egy, egy almárkája a Széria de hát azt is uh, teljes mértékben Valter Tamás tulajdona, meg hát azt is ő, 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 ő a, a, termékfejlesztés vezető, vagy hogy, hogy fogalmazott, ez a jó szó. És uh, úgy, úgy mondom, akársz, hogy én nem dolgoztam más cégnek, én csak is a Valtalan Marosmixnek, Ezekkel belül kell keresned olyan botokat, amikben én részt vettem, ez ilyen esetben jelenti mondjuk a, a mantasorozatnak sorozatnak a legújabb tagját, World Champion, uh, majd a most megjelenő World Champion uh, szériát lesz, úgy World Champion 2-vel nyertem én a, a maconkai világbajnokságot, ott az egy kicsit It's híresebb no lett ez a bot. Man. Igen, és akkor most lesz majd a, ennek a legújabb változata, a World Champion 3, azt például pont azokat voltunk tesztelni tegnap. Uh, török Bálinton dobálgattunk velük nagyokat, mm. ugye az egy távdobó bot. És most azt hiszem, hogy a hipernovákat is még, de hogy így a saját háztáink belül mm. ne, nem dolgoztam más cégnek, és nincs más termék, amiket én, amiben én részt vettem volna a fejlesztésükben. Csali égetett azok, hogy nyilván kicsit sűrűbben, mert azok sűrűbben jövünk ki újdonságokkal, meg azt gondolom minden cég sűrűbben jön ki aprócikben újdonságokkal. Azért a bot az nem mindennapos. Ilyenkor a ez hogy van, hogy a Tomi ad a kezedbe hat blankot, felgyűrűzve, és akkor próbált ki szerinted melyik a legjobb 110 méterre török Bálinton? Vagy, Van egy elvárásunk, mondjuk egy vörcsap esetében, mondjuk a vörcsap A Például volt, hogy volt egy, egy tök, majdnem sőt, hát szinte teljes mértékben tökéletes World Champion kettőnk. Egy ilyen bothoz egyébként is nagyon nagy bátorság, hogy az ember uh -huh. hozzányúljon. Ez meg megvolt nekem, bennem nem biztos meg lett volna, uh -huh. ha, ez, ha az enyém a, a, a cég, meg enyém uh -huh. a, a, uh -huh. a, a, a bocserje, mert egy tökéletes bocsa. A World Champion 2 a, én attól nem tudtam jobbat elképzelni. És akkor ő mégis gondolt egy merészet, és belevágott a World Champion 3-nak a, a, a fejlesztésébe. De rendkívül kényes ez a téma, mert mondom, egy tökéletesen hogy fejlesztesz? Hát ez az, igen. És, és akkor úgy volt, hogy a kettőre szeretnénk hajazni, de de annak az apró, nagyon apró hibáit, amit ami szerintem nem is nagyon létezik, szóval mondjuk az én olvasatom nem mm -hmm. nagyon létezik, ő azon még szeretne egy, 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 egy egyet lépni. Szóval ez olyan, mint amikor tavaly a Red Bull megnyert. Mindent ők mégis tudtak egy lapáttal rátenni, vagy Aha. hát majd meglátjuk, de lehet. És, és most hogy ezzel mi is így van, szeretnénk egy nagyon merész, egy, Tomi húzott egy nagyon merész, és szeretnénk egy nagyon jót ebből kihozni, kialakítani, majd meglátjuk azt, hogy szerintem jó úton vagyunk, de ez sok időt vesz igénybe, hogy ezt teljesen a tökéleteset adjuk az emberek kezébe. Szóval ez nem úgy működik, hogy lemegyünk a tópartra, dobálunk egy órát, fogunk két hat, és akkor, és akkor, és akkor megvan a tökéletes World Champion 3. Szóval úgy, ebben nagyon sok munkaóra van, rengeteg prototípus, és meg kell várnunk, míg a tökéletes nem lesz. Vagy szóval csak egy apró hiba van, a boton egy, csak egy bandázsolás nem olyan, vagy a, vagy a spícer egy gyűrű, egy milliméter arrébb van, akkor már nagyon jó, visszaküldjük, uh -huh. és, és kérünk egy új mintát. Aha. Ez sok pénz aminek az oldalát nem én képviselő, hanem ugye a cégvezetés. Hát hát ez ki van számolva, tehát az, az vissza fog jönni majd az Én ezek a botokkal, én, horgászok a legtöbb. A Champion 3 én, nekem van lehetőségem legtöbbet horgászni, és, és hát a távdobós például a metód horgászat, a Champion 3 esetében az engem képvisel, vagy én képviselem a metód horgászat távdobós részét a csapatunkban. és talán ebbe úgy Jobban be szólni, mint, mint, egy említett boldis bordból egy pergető botba. Mm azt hobbi szinten pergetek, de az csak hobbi. Még. Nem, az az is marad, de, a nem is. gondoltál arra, hogy a hipskinek a stílusában egyszer majd váltasz? Hát őszinte szeretnék lenni. Én, a pergetni nagyon szertek, de csak télen. Szóval nekem, én, mm -hmm. én, én ott az úgy vagyok, mint teljesen más a fédezés. Ott fédezés is ezt mondtam, de ott annak nem volt igazi mértéke, csak el ne verjenek. A perketésnél nem ez van. Nem azt mondom, hogy megnyerném én félnék, szóval hogy ott sokkal előrébb járnak. Pont a hipszkiek. én, én nekem a hipskrobi, meg Dákfedi páros, egy szívemhez közel álló mm. páros, mert voltam velük horgászni is, jó párszor Dunán is, meg Tavakon is, meg, meg Robit még ismerem. Egy, 12-ben Szlovéniában. Ő is ott volt, csak ő 25 képviselt, amikor én az úr 14 10, 11 évesen. Aha. Ő is ott volt, ott együtt voltunk, ő azt hiszem, ott aranyérmes is lett csapatban biztosan. Uh -huh. um, szóval van, van úgymond közös múltunk, ha szabad így fogalmazni, meg Sokat tanultam tőle a pergetésről egyébként, Amiért hálás vagyok neki, de nem szeretnék a nyomdokaiba lépni, úgymond, mert nekem a pergetés az szól a süllőről, uh -huh. a harcsáról, és esetleg a baliról. Én, én nem nagyon pelgetek másra és nem és is. Versenyezni ilyen mentőtársa nem lehet. Aha, szóval hát ott, igen, ott igen, mindenre, kell, mindenre horgászni kell, amit ugye említettél például a félreezésben a kis hal, a nagy halas uh -huh. nem zavar. Pelgetésben zavar, nem szeretném, nem, szeretném, nem szeretem. Szóval nem szeretek sügerezni, nem szeretek, nem, nem tudom, mikre horgászni. Hát igen, meg külföldön horgásznak egy más halra is, ugye uh -huh. nem, nem is tudom, milyen halakra, de csukázni is szeretek, például nekem engem fogott meg hips, hips, probícón, nagyon, imádom, nagyon, amúgy szeretik, amúgy igen. Egy, egy, híres pelgetős uh, pergetős hal, én, én, én annyira nem. Aha. Szóval én, én gumi, gumihallal nagyon szeretek, ugye az magába hordozza a harcsát is, mert nagyon picik azt a, különbség, hogy ha rá kell horgászni, nyilván most nyilván van, de hogy... De azonos helyen, azonos módszerrel. Nagy, nagyjából, 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 igen. igen. Bajlózni szeretlek, azt szeretem azt az ész nélkül, ah. azt tetszett, csak ráver, az egy, az egy, nagyon fajn dolog, de úgy nekem ez itt kimerül. Aha. És én pont ezért, ezért, nagyon jó az off szezonban télen ezt levet. Jó, még bajnolatni nem, azt ugye nyár, de az én sem a legkevesebb. Még szorban, akár lehet télen is néha víz közt, vagy hát, igen, lehet, de, az, de, de, A pergetéseim 90 öt mm. százalékban, most nem tudom, egy de mm. nagyon nagy mm. százalékban, az nekem a télről szól, és a téli gumihalazásról, Aha. és az is leginkább csak a Dunán. Szóval nem és partról, vagy csónakból? Csak perget? csónakból. Csak én szóval uh -huh. pont azt akartam mondani, én nem nagyon is szeretek pergetni, uh -huh. akkor én, én, inkább nem megyek ki, pontan uh -huh. pihenek otthon, egy, 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 téli napon, vagy családdal töltöm. Uh -huh. De ha mondjuk valaki felajánl, Walter Tamással szoktunk járni pergetni, uh -huh. én vele járok, a leg, sőt, biztosan vele járok a legtöbbet pergetni, a Dunára, csak, csak Dunára járunk, rendkívüli módon szeretem, mert ez egy teljesen más érzés, Szóval amikor ott áll az ember, a a direkt cucc, és akkor rá, ráharap a, a, egy ragadozóhal, úgymond becsaptam, egy, 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 egy utánzat, egy, egy, az olyan jó érzés, ez a kapás feelinget nem lehet átadni, amikor ez a süldő megüti az ember kezét, is, ez a, innen a csuklótól végig megy a szívig, az egy olyan érzés, hogy az egy olyan, olyan élet, az egy életérzés. Egyébként a pergetés úgy, voltam, hogy elő, még egy pár éve, 6-7 éve én mondtam, hogy hát én, én, ezt nem értem ebben, mi a jó, meg én nem mm. nem csináltam soha egy percet sem. És akkor így, Tomi engem, szintén Tomi, el, először elvitt engem a Dunára pergetni, és semmilyen cuccom nem volt semmi, mert mindent ő A botom az volt, de hát totál volt a Dunai pergetésre. És pont egy olyan napot fogtunk ki, hogy volt kapással csomagnak egy pár óra uh -huh. És én nagy sülőkkel, három-négy kilós a legelső kapás után meg volt pecsét elődve a sorsom, vagy nekem akkor a minden télen, vagy úgy telenként megvan a megvan azt, hogy mit fogok csinálni, ami, ami a horgászatot illeti, szóval mondjuk idén, hát pont nem jó példa, mert nem volt jó a Dunavízás, de mondjuk tavaly télen én horgáztam, most mondok valamit, 30 napot, ezzel most mondtam egy, egy, egy valamit, amiben 28 pergetés volt, szóval ilyen szintű az arány télen. Aha. télen. Aha. Ez a, a hobbit. Ezt a téli vizelást, azt mi is beszoptuk keményen. Igen. Ezen a, ezen a télen nem sok nem nagyon Babér, volt semmi. Termer, hát, igen. Kellene ilyen évek, szóval ilyenkor legalább az ember megtanulja értékelni azt, amikor jó a Mondjuk remélem jóvőre jó lesz, és majd meg értékel jobban fogom értékelni, mint tavaly értékeltem. Igen, ez a jó hozzáállás. Legalább az... a halak békén voltak jó, én azt igen, mondom. Amúgy a sárt, igen. Mikor lesz uh, a te neveddel jelzett bot, etetőanyag? Én azt gondolom, ez nagyon fiatal vagyok. Én most aktív versenyző vagyok. Um, nagyon aktív versenyző, nyilván ezt lehetne csinálni mellett. De most még nagyon, én a versenyzésre szeretnék fókuszálni, én nagyon szeretem azt ott, ahol vagyok, ezt a Maros Vartalant közeget, ahogy beszéltük is, ez tényleg egy család, és én ezt nagyon szerettem. Biztos tudnánk, meg én nem ezt a jövőben együtt fogjuk csinálni, hogy teljesen lesz egy saját márkám, vagy egy saját cégem. Nem mondom, hogy nincsenek ilyen céljaim, majd kicsit később, mm. vagy, vagy sokkal később. De most egyelőre aktív versenyzők, élek, ahogy élek, szeretem, szeretem, amit csinálok, szeretem a mindennapjaimat. Nekem nem kell jelleg ettől több. Én most szeretnék a versenyzésre fókuszálni. Akárki, akármit mondom, most én belevágnék egy ilyenbe, az áldoznék a verseny eredményeimből. Szóval nem tudnék ennyi napot a vízparton tölteni, foglalkoznom kéne a saját cégeim ügyeivel, vagy a saját márkám ügyeivel, amit ami nem gondolom egy 23 éves embernek való, főleg úgy, hogy most nagyon ö, eredmény szomjas vagyok, eredményéhes vagyok, szeretném eredmény, Most hajszolom még az eredményeket, ez majd kicsit megváltozik, majd talán akkor, de de most elkezdtem amit csinálok, és, és tök jól meg vagyok, és nem kettő több jelenleg. Hát köszönjük szépen, Peti, hogy eljöttél hozzánk. Ez egy nagyon speckó és különleges adás volt számunkra, ez, mert ez, már régóta bazíroztunk arról, hogy beszélgethessünk. Ez, ez egy mérföldkő az adás adás. Szép adás, volt, adás is lett, mélyben. igen. Hát, hát, köszönöm szépen, hogy nagyon megtisztelő a De ez, ez, ez így szuper. A... Nézőinknek, illetve hallgatóinknak van egy ilyen kis technika információnk, direkt a végére hagytam, hogy aki végig hallgatta, az tudja róla. Igen. Láttok itt a kettő darab fisindás sapkát, amit Peti hamarosan itt a stúdióban ez nem dedikálni csak síma, fog. ami nem csak edition, ez a VIP klub igen, fisinda sapka. Igen. Amit Peti hamarosan aláír, és ezt ki fogjuk sorsolni azok között, akik a, az adásról elmondják a véleményüket, vagy csak bármilyen hát, érzésüket a YouTube-on. Magyarul ezt úgy mondják, hogy kommenteljetek Kommentelj. ez alá, a videó alá, és közöttetek fogjuk kisorsolni egy random komment kiválasztó programmal azt, hogy kik lesznek azok a szerencsések, akik megkapják azt a egy darab, ugye két embert fogunk kisorsolni, sapkát, ami egyébként Amin szerintem egy ilyen plusz a... 5-6 kilós fogást jelent horgászatonként, hogyha valaki ezt is majd kézben. <gül> <Igen>? <gül> De jól rakjátok el, mert még nagyon fiatal a bajnok. Sokat fog ez érni. Köszönjük szépen, Peti, még egyszer, Én hogy eljöttem. szépen, meghívtatok. Sziasztok. Találkozunk két hét múlva. Hello. Parti Arcok Podcast.